Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes ülésünkön. Ez ugye az október végi ülésünk, minden hónapban van a kivéve a nyári két hónapot, tehát akkor sem szoktuk megúszni, mert rendkívüli testületi ülések szoktak lenni. Váratólag viszont november jövő héten szerdán délután úgy készüljön mindenki, hogy lesz egy rendkívüli testületi ülés, ennek pedig az az oka, hogy tegnap volt a könyvtár és művelődési ház pályázattal kapcsolatban meghallgatás, volt egy bizottság, amely meghallgatta a két jelöltet, úgy hiszem péntekre ígérték a meghallgatásról a jegyzőkönyvet, meg az ajánlásokat, amit készítenek, és jövő hét szerdára fogunk összehívni egy testületülést. Jelen pillanatban az az egy napirendi pont van, de ha lesz más, akkor előtte 24 órával kell a rendkívüli testületülés esetén kiküldeni a meghívót és a benne szereplő napirendi pontot. Jó, megkaptátok a meghívóban a napirendi pontokat. Én arra kérem a képviselőtestületet, hogy amennyiben nincs senki, nek ellenvetése, szavazza meg. És kérem most, hogy mindenki nyomja meg a gombot, a jelenléti gombot, mert meg kell állapítani az ülés határozat képességét. Jó, két hiányzó van, megállapítom a képviselőtestület, velem együtt 7 taggal jelen van, ez bőven határozat képességet jelent, ugye 5-en kell itt lenni a 9 főből, hogy határozat képesek legyünk. Megállapítom, hogy határozat képes, és mivel nincs ellenvélemény napirendre, ezért kérem megszavazni a napirendi pontokat. Most kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom a képviselőtestület 7 igennel elfogadta a napirendi pontokat. Első napirendi pont tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és ez a pont szokott lenni, mikor felszoktam állni, amit nem ülve szoktam elmondani. Megpróbálom nagyon-nagyon röviden összefoglalni a zömét, de lesz egy pont, aminél egy kicsit hosszasabban fogok megállni. Első dolog, szeptember 27-én volt a strand dolgozóinak, nem csak a strand dolgozóin, nekik is, meg akik bármiféle formában részt vettek a strand működtetésében, azoknak megköszöntük az ott lévő munkát. Szeptember 28-án volt a futas suli a Zsigmond Király Általános Iskolában, ami egyben városi sportnap, és itt szeretném Káposzta Csabának megköszönni az ebbe befektetett munkáját, és természetesen a Zsigmond Király Általános Iskola nevelő testületének és szülői munkaközösségének is. Szeptember 30-án volt egy mesemondó verseny a művelődési központban, Ildikó helyettesített vett rajta részt. Október 1-én idősek világnapja volt, először a gondozási központban voltam alpolgármester úrral, Pista bácsival, majd az idősek világnapján voltunk este a művelődési központban, itt köszönöm Ágéknak a szervezést. Október 4-én volt az alakulóülés, október 6-án megemlékezést is október 4-én tartottuk az iskolások miatt, így nem a napján volt, hanem egy pénteki nap. Október 8-án állásbörzén vettem részt a művelődési központban, ott mindig, amikor van állásbörze, meghív a járási munkaügyi központ, hogy én nyissam meg. Utána 10-én a tűzoltóság, a megyei katasztrófahívelem és tűzoltóság új parancsnokának volt a bemutatkozó látogatása. Október 11-én mixált napon vettem részt a gimnáziumban. Október 12-én volt a varázsvölgy szervezésében Pöccintés a völgyben, egy nagyon-nagyon jó rendezvény volt és egy jó hangulatú rendezvény. Október 14-én koszorúzáson voltam a Csohány kopjafánál, majd Csohány Emlékbizottság ülés volt, és október 23-án volt a megemlékezés, és itt szeretnék ezzel kapcsolatban egy picit hosszabban beszélni az október 23-ai megemlékezéssel. Hát nem gondoltam arra, hogy külön pár percet, 5-10 percet rá kell erre az október 23-ra szentelnem, és arra sem, hogy történelmórát kell tartanom, bár bevallom, hogy nagyon szeretek történelmórát tartani, és ki is használom most ezt az alkalmat, hogy legalább egy kicsit pedagógus is leszek. Hát azzal kapcsolatban szeretném elmondani, először elmondok egy tényt. Október 23-án az ünnepség az új 56-os emlékműnő szokott lenni. Ez úgy kezdődik az egésznek a története, hogy valamikor,
még a rendszerváltozás után, ugye voltak Pásztón is áldozatok, sajnos Pásztón két halálos áldozatot is követelt az 56 utáni megtorlás, több embert börtönbe küldtek, több embert ítéltek halálra, kettő embert ki is végeztek, hazugságban tartották itt az embereket 30 valamennyi évig, hogy személyszállító vonatot akart az a két ember és a többiek felrobbantani, közben ez nem volt igaz, mert szovjet katonai szerelvény, és emiatt két embert halálra ítéltek, többeket hosszú börtönbüntetése is, mellette még jól meg is verték őket. Na most ezek leszármazott, hogy a családtagok a rendszerváltozás után, a rendszerváltozásig természetesen ezt mindezt nem tehették meg, nekem az egyik leszármazott nevet nem mondok, mesélte, hogy amikor a nagymamája elment Budapestre a 301-es parcellába, halottak napján, még 86-ban is, pedig akkor már enyhült a rendszer, gumibotos rendőrök zavarták el az nagymamáját, pedig csak egy virágot akart letenni valóvá. Azt se tudta, hogy hová, mert senki nem tudta, hogy hol vannak eltemetve. Ez a rendszerváltozáskor derült ki, hogy arccal lefelé, koporsó nélkül földelték el őket, összekötözött drót, hátul össze volt kötözve a kezük, dróttal kötözték őket össze. Ez volt az elvtársi szeretet. Na mindegy, 1990-ben jött a rendszerváltozás, és a családtagok, elsősorban a családtagok, saját pénzből csináltak egy emlékművet ott a Szentlélek temető mellett, az első világháborús emlékmű mellett van, hogy 56-os hősök. És ki van írva a két 56-os halottnak a neve. És a családtagok kérésére, vagy utána kialakult egy olyan hagyomány, hogy Pásztón ott volt minden évben október 23-án a megemlékezés és a koszorúzás. Majd 2015-ben jött egy lehetőség a forradalom 50. évfordulójára, vagy a 60. évfordulójára közeledvén, hogy kiadtak Budapesten egy pályázatot, hogy települések pályázhatnak új emlékműre, és az akkori város vezetés is úgy döntött, hogy indulunk ezen a pályázaton, én akkor alpolgármester voltam, amikor én is támogattam, hogy induljunk, és nyertünk is, és egy új 56-os emlékmű került kialakításra egy másik helyszínen. Mint minden, ugye minden megosztó egy picit, ez az emlékmű is megosztó lett. Mi annyit tudtunk, hogy a családtagok, nekünk ez az információ jött vissza, a családtagok kérték, hogy ők hát nem zavarja az, hogy az új helyszínen lesz, vagy új helyszínen lesz az 56-os megemlékezés, az viszont ők továbbra is azt szeretnék, hogyha a koszorúk oda kerülnének, ahová annak idején ők ezt az emléklapot felállították, és hogy ne legyen lezárva, mert elég bonyolult, mert először volt egy olyan elképzelés is, sőt egyszer úgy is volt, hogy az, itt az új emlékműnél volt a megemlékezés, majd onnan elsétáltunk a másik emlékműig, és ott koszorúztunk, csak az a rendőrségnek annyiban jelentett problémát, hogy akkor le kellett zárni az útnak azt a részét is, és ez egyébként a mentőszolgálatnak sem tetszett annyira, mert akkor két irányba is le volt ott a Szentlélek utcán, ahol nagyon jó lenne egy körforgalom, akkor le kellett a másik irányba is le kellett volna zárni az utat, vagy legalábbis részlegesen, és utána jött az a köztes megoldás, hogy itt van az ünnepség, majd onnan az ünnepségről a városgazdálkodás dolgozói összeszedik a koszorúkat és átviszik a másik helyszínre ezt a koszorút, és soha nem volt belőle semmi probléma. Egyébként akik a legfontosabb, nekem a családtagok, akik két mártírt adtak a városból, sosem jelezték a kifogást, hogy nekik ez nem lenne így jó, sőt, soha senkinek nem volt vele semmi baja. Majd most jött a meglepetés, hogy beindult egy, hát a tipikus gyűlölet cunami, amiben neveztek engem, a politikai közösségemet mindennek, volt, aki tolvajnak, volt, aki az önkormányzatot vádolta meg azzal, hogy nincs pénze két koszorúra, és ami a legfájóbb az egészben az volt, hogy olyanok tették ezt, akiket az elmúlt 8 évben mondjuk egy ünnepségen sem, október 23-án sem láttam. Ezért nem tudhatták, hogy működik, mert ott egyik hölgy feltette nekem azt kérdésbe, hogy miért nem tud erről a város, hogy ez így történik október 23-án. Hát azért nem tud, a város egy része tud, a másik része azért nem tud, mert október 23-án nem szoktak járni ünnepségre, megemlékezésre, ezért nem tudhattak róla. A másik, azt pedig kikérem magamnak teljes mértékben, hogy olyan emberek vádoljanak engem 56 szellemiségének meggyalázásával, akik lelkük mélyén
többségük, ebben biztos vagyok, a mai napig ellenforradalomként tekint 56-ra, olyanok vádoljanak 56 emlékének megsértésével, akik olyan eszmei világban élnek, hogy az egyik szellemi lelki vezetőjük, mondhatom így, hogy lelki is, egy olyan ember, akinek a nagyapja részt vett abban, hogy 56-ban behívták a szovjet csapatokat levelni Magyarországon, és utána az 56 utáni megtorlásokban is vér tapad a kezéhez, úgy hívták, hogy apró elvtárs, aki maga kérte talán, hogy Nagy Imrét is ítéljék halálra a volt elvtársukat. Azt meg főleg kikérem magamnak, hogy olyan emberek oktassanak ki demokráciából, akik lelkesen tapsoltak 2006-ban, na az volt a forradalom meggyalázása, amikor az 50. évfordulón Budapesten ártatlan embereket vertek össze, lőtték ki gumilövedékkel a szemét. Azt én elismerem, hogy biztos, hogy volt, főleg a Korvin köznél voltak olyan emberek, akik meglehetősen hangosan, és lehet, hogy nem teljesen kulturált módon adtak, fejezték ki a véleményüket, csak van egy nagyon nagy gond. A rendőrségnek akkor is törvényesen kell eljárni, ha a tüntető nem jár el törvényesen. Az más kérdés, hogy a tüntetők nagyobb része, akik az Asztóriánál egy bejelentett tüntetésen vettek részt, azok meg az égvilágon semmit nem csináltak, de ha nem volt szerencséjük, akkor őket is eltalálta egy gumilövedék. És az volt az 56 szellemiségének megsértése, amikor az talán a rendszerváltás óta először volt Magyarországon diktatúrára utaló jel, amikor azonosító jel nélkül tettek rendet idézőjelbe a rendfenntartók erők, mert olyat, hogy egy rendőr maszkal a fején, lehúzva a sisak, azonosító szám nélkül veri, üti az embereket, azt akkor szokták megcsinálni, ha egy országban kommunizmus van, vagy nácizmus, vagy fasizmus. Demokráciában ilyet nem lehet csinálni. Na akkor 56 szellemisége megsérült, azok az emberek természetesen nem, hogy csendben voltak, még tapsoltak is ennek a dolognak, és még egy dolog van, amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani. Úgyis van egy réteg, amely szeret minket lebirkázni, akik mondjuk a mostani kormánypártokkal szimpatizálunk. Azért nekik szeretném azért elmondani, hogy azok nekem ne papoljanak a demokráciáról, akik Hortyuláról akarnak sétányt eltemezni Budapesten. Mert Hortyula karhatalmista volt 56-ban. Nagy valószínűség szerint azt sem kizárt, sosem tagadta, hogy tömegbe is lőtt. Magyarországon van egy törvény, karhatalmistáról nem lehet utcát, teret elnevezni. Az természetesen igaz, hogy Nagy Hortyulának vannak érdemei is, mert a rendszerváltozáskor tett le valamit az asztalra. Tett jóvá abból a dolgokból, amit annak idején elkövetett. Csak azért mondtam előbb, hogy szeretem, nem szeretem, hogyha lebirkáznak minket emberek, mert szeretnék említeni egy nevet, és a birkázók figyelmébe ajánlom a nevet, a Google-ba be lehet keresni, mert a nagy valószínűség a többség azt se tudja, hogy kiről van szó, a fiatalok meg nem is tudhatják, de az idősebb birkázóknak ajánlom, hogy volt egy ember, úgy hívták, hogy Kurt Waldheim, segítek, Waldheim, ő osztrák államelnök volt, de előtt onnan híres, hogy 1972 és 81 között az ENSZ főtitkára volt. És egy nagy népszerűségnek rendelkező ember volt, több egyetemnek megkapta a díszdoktori címét, majd megválasztották a 80-as évek végén Ausztria államelnökének. Egy nagy tekintű ember volt, majd akkor kiderült valahogy, hogy a II. Világháború során minimum a Wehrmachtnak volt a főhadnagya, vagy az is lehet, hogy a Waffen-SS-nek, ezen a mai napig vitatkoznak a történészek. Na attól a pillanattól kezdve, akármennyire is voltak ennek az embernek óriási érdemei, innentől kezdve a világ legtöbb országában nem fogadták. Mert nem kívánatos személyé vált. Ezt csak így Hortyulával hoztam párhuzamként, és azért mondtam, hogy akik lebirkáznak minket, lehet tanulni a történelemből, és az különösen fájó, amikor olyan ember birkázza engem is személyesen, aki lehet, hogy a szomszédos országokat sem tudnám radikálisan felsorolni. Röviden ennyit szerettem volna mondani ezzel az 56-os történettel kapcsolatosan, és nem szeretem, hogyha olyan emberek ítélkeznek és mondanak véleményt, akiknek halvány lila, nem mondom ki, hogy miük sincs az egész 56-os történésekről, és ők akarnak minket kioktatni. Ez majdnem olyan történet, mint amit elmondok egy viccet, ami félig vicc, félig nemmel megtörtént. 1956. október 6-án újra temették Rajk Lászlót, akit az elvtársak kivégeztettek maguk közül
49-ben ő is elvtárs volt. Egyébként ő is egy gazember volt, mert több ember, több tucat, több száz ember élete szárad a lelkén, de fel kellett áldozni, néha az elvtársak egymást is kinyírták, és amikor október 6-án eltemették, ott összegyűltek a fejesek, és azt mondták, hogy nézd már, milyen sokan összejöttünk a temetésen, 150 ezeren voltak, mondta egyik főelvtárs a másiknak, hogy milyen sokan összejöttünk. Hú, szóval tényleg nagyon sokan vagyunk. Szegény Lacia élnek, közénk lövetnek. Szóval ennyit körülbelül erről a korszakról. Én többet nem szeretnék erről mondani, és ezzel le is zártam ezt a dolgot. Ha valakinek bármilyen kérdése van október 23-ával kapcsolatban, munkaidőn kívül szívesen most, szívesen tartok róla neki előadást ingyen is. Október 25-én kelet-nógrádi polgármester találkozója volt, itt volt pászunk, most itt tartották meg, itt tartotta meg az országgyűlési képviselő, köszöntötte az új polgármestereket, ugye a 47 polgármester, aki van Kelet-Nógrádban, abból körülbelül 7 hiányzó volt. Volt, aki betegség miatt, volt, aki idősek napját tartott, meg volt, aki családi üdülés miatt nem volt, de a nagy többség itt volt. Vannak új arcok is természetesen, úgy hiszem egész Kelet-Nógrádban 47-ből 18 új polgármester van. A fele úgy, hogy az előző nem indult, a másik fele pedig megnyerte a választást, aki eddig volt polgármester. Bízunk benne, hogy sikeres lesz az együttműködés. Salgó Tarjánnal minden bizonnyal sikeres lesz a későbbiekben. Sokkal szorosabb kapcsolat lesz, mint az elmúlt évek során volt. Október 28-án tegnap bizottságülés volt, ma pedig október 29-én délelőtt egy állampolgársági eskü volt a házasságkötő teremben, szoktuk. Egyébként a polgármesterség két legszebb feladatából az egyik, ami számomra a legkedvesebb, az, amikor 90., 95. vagy 100. születésnapon köszöntök valakit, hogy megélte azt a szép kort, és ha kéri a család, akkor kimegyünk a lakásra. A másik pedig az, amikor idegen országok állampolgárai teszik le az állampolgársági esküt. Magyarországon legkedvesebb az, amikor elszakított területen élő magyarok teszik le a magyar állampolgársági esküt, de annak is nagyon örülök és szívet melengető, amikor teljesen más népfiai választják ezt az országot hazájuknak, és nem azért jöttek ide, hogy a segélyrendszerből éljenek, hanem azért, hogy ezért az országért tegyék, és a mai napon egy madagaszkári állampolgár tette le az állampolgársági esküt. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Kérem a képviselőtestületet, hogy fogadja el a beszámolót a két ülés között történt. Most kérem szavazni. Köszönöm szépen, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Kettes napirendi pont, javaslat éventúli fejlesztési célú hitel felvételére. Tegnap a bizottsági ülésen is szóba került, röviden most is szeretném elmondani a kamerák miatt, hogy az év elején a költségvetés tervezésekor még nem tudjuk, hogy melyek azok a mely beruházáshoz pontosan mennyi pénz kell, és vannak olyan beruházások, ahol még nem is tudjuk, hogy még azt a beruházást abban az évben elvégezzük, és viszont több olyan beruházást megcsináltunk, ami szükséges volt, nagyon fontos volt, önerő volt hozzá szükséges, és mire erre forrásunk nem állt rendelkezésre, de muszáj volt megcsinálni, ezt a likvid hitelünkből fedeztük, viszont a likvid hitel az mindig december 31-én azt nullára kell hozni, és ennek a pótlására szükséges, hogy az önkormányzatunk hitelt vegyen föl. A hitelfelvétellel kapcsolatban, hogy Pásztó hitelfelvétele ilyen szempontból meglehetősen egyszerű, a bankok úgy ítélik meg a helyzetünket minden ilyen esetben, hogy Pásztó nem eladósodott város. Úgy szokták mondani, hogy az a város, amelynek a hitelállománya az éves költségvetésének a 10%-a alatt van, az a város nincs eladósodva. Nincs az a helyzet, mint volt a 2013-14-ben, amikor jött az állam, rendezte az önkormányzatok adósságát, akkor Pásztónak volt 600 milliós adósága úgy, hogy akkor durván 1 milliárd 100 millió forint volt az éves költségvetése, több mint a fele volt a városnak a hitelállománya. Jelen pillanatban Pásztó város hitelállománya az éves költségvetésünknek a 2,5%-át sem éri el, ezt egyébként Magyarország önkormányzatának 2/3-a szívesen bevállalná, hogyha
így állna. Itt fel is van sorolva, hogy mik azok ebben a hitelfelvételi kérelemben, három ilyen pont jön egymás után, hogy melyek azok a pontok. Itt egyik a Nagymező utcai zebra világítás képítése, költsége 4 millió, polgármesteri hivatal épület riasztó rendszer felújítására, költsége 759 ezer, új bölcsöde építése Pásztónál, önerőbiztosítása 1 millió 887 ezer, Muzsdatánszteremben található színpad felújítása 1 millió 485 ezer, két légkondi kiépítése, beépítése az idősek otthonába 762 ezer, Pásztúfiút 75 szám alatti buszmegálló felújítása 1 millió 225 ezer forint, ezeknek az összétele 10 millió 210 ezer forint. Három egymás követő ilyen hitelfelvételi kérelem lesz, ennek megvan az oka, mert így tudjuk benyújtani, hogy 10 milliósával lehet benyújtani a hitelkérelmet. Tegnap bizottság ülésen meglehetősen sok kérdés jött ezzel kapcsolatban, ami teljesen érthető volt, mert az új tagok, természetesen akik újak, ugye nekik sok minden új még, és jogosak voltak a kérdéseik, amelyekre választ kértek, és remélem Józsi volt ott a pénzügyi ülésen, Árminszki képviselő, remélem kapott is rá választ, de egyébként annak idején ezeket a beruházásokat, kivitelezéseket már mind megszavazta az előző képviselőtestület. Itt arra van szükség, hogy mivel most jön az évvége, a hitelfelvételi kérelmet kell hozzá most benyújtani. Köszönöm szépen, azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény. Mind a két buszmegálló, a buszmegálló és mindenhol. De azt ki kellett volna esetleg menni, hogy melyik buszmegállónak a OTP-nél elő, és a Hongkongnál mind a kettő Pásztúfi 73. Tehát mind a kettő úgy van, ez biztos. Vagyis a Hongkong áruházott, ahol volt valamikor a Spárral szemben, az is Pásztúfi út 73, az is Pásztúfi út 73, illetve az OTP-nél is Pásztúfi út 73 néven van. Szerintem melyik volt a kettő között? Az volt, ami itt van az OTP-nél, most nem OTP, mert most ugye a Bárkácsoron van, de ahol lesz is az új OTP. Ez azt jelenti, abban viszont ebben van igazság, mert viszont ezt jeleznünk kell a Volánnak, mert a Volánnak valószínűleg a menetrendjében úgy szerepel, és ők nevezték így el, valószínű, hogy... Igen. Ezt akkor jelezzük majd a Volánnak, hogy, mert ezen ők tudnak változtatni, mi nem tudunk rajta változtatni, mert ez az ő táblájuk. Jó, köszönöm. Jó, köszönöm. Azt akkor jelezzük ezt az észrevételt, és majd ők, hogyha változtatnak rajta, ez nem biztos, hogy azonnal megtörténik, mert elég lassan őrölnek a malmok. Ilyen, Józsi, tessék? Igen, tehát a tegnapi bizottság ülésen kielégítők voltak a válaszok, amiket kaptunk, mivel nem voltunk teljesen tájékoztatva arról, hogy mi lett annak idején megszavazva. Viszont annyi kérésem lenne, hogyha tudjuk, hogy a költségvetésünk szűk, akkor az ilyen jellegű kivitelezéseket lehetőség szerint, ha van rá mód újra terveztetni, hogy olcsóbb módon, vagy olcsóbb legyen a kivitelezés költsége, ne 4 millió 90 ezer forintba kerüljön, ebből 3 millió 676 ezer 968 forint volt a két világítás, tehát a villanyoszlopoknak, illetve a világításnak a költsége. Azt gondolom, hogy lehetett volna más módon ezt kivitelezni. Kimentem a helyszínre. Én úgy láttam, hogy vannak olyan villanyoszlopok, amiket össze lehetett volna kötni egy kábellel és egy ilyen függővilágítást kiépíteni, ami lehetséges, hogy olcsóbb lett volna. Főleg így, hogy hitelből kell majd ezt, és ki van fizetve, és most hitelt kell felvenni arra, hogy ugye a likviditást vissza tudjuk fizetni. A másik pedig ezen belül a hatos, ami a buszmegállót érinti, ezt a itt ugye főút 75 szám alatt. Itt én kimentem, megnéztem a buszmegálló felújítást, és nem találtam semmiféle nyomát annak, hogy a buszmegálló megújult volna. Ezért bejöttem, és itt megkérdeztem a műszaki osztályon, mi történt. Azt a választ kaptam, hogy a utasok megrongálják a OTP-nek a falát. Nem tudom, hogy ez miben merült, mi gondolom, megbontották a hangoracelt, vagy összepiszkolták, lehányták, odavizeltek, tehát mindenféle dolog történik.
és ennek a rendbetételére lett az 1.225.550 forint költve. Viszont bennem ugye felmerült, hogy akkor a többi ingatlan tulajdonos is a jövőben ezt fogja tőlünk kérni, hogy ezeket úgy tegyük meg, hogy nincs hozzá követő. Tehát több buszmegállónak is van ugye szomszédságában ingatlan. A Szabó Optika például, illetve Ádámék üzletelent, akkor a Dr. Nyíri Ferencnek a ingatlanja, tehát ott is, hogyha ilyenek lesznek, akkor nekünk kell ebben helytállni. Ez egy kicsit visszás. Főleg úgy, hogy a közösség felé, illetve felénk képviselők felé a buszmegálló felújítása jött tájékoztatásként. Tehát erre kérném, hogy akkor az legyen leírva oda, amit valóban megcsináltunk, hogy lefestettük az OTP falát. Tehát helytálltunk a városlakók, illetve a környék település, tehát a busz utazóknak a rongálásaiért. Jó, következő neki. Akkor kezdem először a választ az utóbbival, hogy ne fejeltsem el. Természetesen azért a különböző buszmegállók között óriási különbség van. A különbség ott kezdődik, ha most vesszük mondjuk a Szabó Optikát, hogy ott van buszmegálló. Az oké, hogy mögötte van egy épület, egy Szabó Optika, amelyhez lehet, hogy oda is oda megy egy részeg ember, és lepisili, lehánya, vagy egyéb dolog, de itt az OTP előtt itt teljesen más a helyzet. Mert itt, hogyha esik az eső, vagy bármi van, itt nincs külön buszmegálló építve. Az ember van, csak azt nem használja. Az emberek mind oda húzódnak be, mert ott van egy fedett rész. És abban teljesen igaza van az ott lévő vállalkozóknak, hogy ők egyébként már kezdeményezték azt is szóban, hogy kérik azt, hogy az egész buszmegállót legyen onnan eltelepítve, áttelepítve máshová. Kérik a várostól, a képviselőtestülettől, mert ez nem állapot, hogy állandóan nekik kell takarítani a szemetet, jó, besegítenek a közmunkásai, nem erről van szó, illetve a másik az, hogy ott állandóan olyan kétes elemek tanyáznak, mellette piszkolnak, meg egyéb dolgokat csinálnak, ami nekik kárt okoz. És akkor alakítson ki a város máshol egy buszmegállót. És ebből van a fő probléma, hogy ennyivel másabb ez az eset. Annyiban van igazságot, hogy lehet, hogy egyébként egy festés is felújításnak számít, hogy ilyen szempontból itt nem érzem azt a hibát, hogy rossz az előterjesztésnek a neve. Visszatérve a zebrára, én úgy hittem, hogy tegnap megadtam a választ. Ennek a kiépítése, egy zebrának a kiépítése, az nem olyan egyszerű, hogy itt toldozgatunk, foldozgatunk, áthúzunk egy vezetéket. Én elmeséltem azt is neked, Józsi, hogy amikor 2011-ben polgármester lettem először Jobbágyban, én azt hittem, hogy egy zebra festés annyiból áll, hogy kérünk engedélyt a rendőrségtől, meg a közúttól, és felfestünk, szólok egy embernek, és 50.000 forintért felfest egy csíkokat az utcára. Sajnos akkor kiderült, hogy 2011-ben egy zebrának a kialakítása 1.600.000 forint, és az 13 évvel ezelőtt volt. Na, ott is be kellett volna állítani ugyanúgy villanyosztopot. Itt be kellett állítani, előírják a lument, minden francot előjönnek. Én abban biztos vagyok, hogy itt ettől olcsóbban ezt nem lehetett volna megoldani. Lehet, hogy meg lehetett volna oldani 500.000-rel olcsóbban, de nem igényesen, vagy 800.000 forinttal. És ezzel úgy vagyunk, hogy ha valami készül, akkor már próbáljunk már arra törekedni, hogy az igényes legyen. Mert így is van elegendő, nem csak Pászon, ez mindenhol így van. Tegnap meséltek pont el valahol egy történetet, hogy volt egy felújítás, és rá egy hétre észrevették, ez elmondhatom, nincs benne titok, Salgótarján egyik közintézményében volt, felújították az épületet több száz millió forintért, majd rá egy hétre észrevették, hogy beázik a tető. És minden egyes ember, aki bejött, azt fényképezte, hogy na, itt is milyen munkát végeztek, egy hete lett több száz milliói felújítva, és már beázik a tető. Az embernek legalább törekedni kell. Itt nem lehet azt csinálni, hogy ilyen szedett-vedett kezdetleges módszeren nem veszik át. Itt ez a zebrának a kialakítása sajnos ennyibe került. Ezen változtatni, mi ezt olcsóbbá nem tudjuk tenni. Úgy tudnánk olcsóbbá tenni, hogy akkor nem csinálunk zebrát. Mert így nem lehet, hogy fél megoldással csinálunk valamit. Vannak előírások, amelyeket muszáj betartanunk, mert különben nem lesz. Most egyébként van egy pályázatunk is, amely majd jövőre tavasszal lesz, okos zebrák lesznek kialakítva, illetve a kamerarendszer az már most elkezdődik, újabb 23 kamera. Mennyi pontosan?
23 kamera, és ott meg fogjátok látni, hogy mennyibe kerül egy zebra. Ahhoz képest ez a 4 millió forintos, ez egy olcsó történet lesz manapság. Döbbenet, hogy milyen árak vannak ezzel. Sok minden nem lehet kezdeni, de hát ezt lehet tudni, ez egy kicsit más dolog, hogy volt tanítványaim közül, akik annak idején elvégezték a 8 osztályt, de utána sikeresen nem végezték el mondjuk a szakiskolát, napi 30 ezer forintért dolgoznak, annyit járnak fel Budapesten, hogy itt kapnak zsebbe. Más világa. Én ezt továbbra is azt mondom, és a másik, hogy természetesen a számlák rendelkezésre állnak, minden törvényesen történt ezzel kapcsolatban, egyébként maga a zebra is jó elkészült, mellette ki kellett benne olyan, hülye vagyok hozzá, Niki milyen, ahogy a vakuk is taktilis jeleket is kellett elhelyezni, maga a tervezés több 100 000 forint. Egy tervező 100 000-ért nem veszi a kezébe a ceruzát. Itt tartunk, hogy vagy csinálunk zebrát, vagy nem. Az felmerült tegnap is, hogyha tudjuk azt, hogy nincsen rá pénz, hanem hitelből tettük hozzá pénzt, miért csináltuk meg, ennek két nagy oka van. Egyik régóta megfogalmazott, több éves lakossági igény volt, és teljesen jogos volt, mert a francia gimisek naponta vándorolnak a két iskola között, és baleset veszélyes, nagyon sokan felelőtlenül közlekednek. A másik pedig az, hogy ha így lennénk, akkor Magyarország 3200 önkormányzatából 2700 soha nem csinálna semmit, mert 2700-nak általában nincs pénze. Erre mondtam azt, hogy az önkormányzatok zöme, a megyei jogú városok évente felvesznek több 100 millió forint hitelt, 100 milliósával veszik fel, mert még kormányengedése szükséges hozzá, hogyha 100 milliósával veszik fel. Ez nem pásztói dolog, ez minden. Akkor nem csinálnánk semmit, csak akkor jönne az, majd ti is fogjátok tapasztalni, hoppá, itt van ez a képviselőtestület, semmi nem történik. Mert megválasztották őket, és semmit nem csinálnak, mert nincs pénz. Persze lehet úgy is csinálni, csak akkor meg így jön. Így is, most ez minden, nem, majd nincs választási kampány, nehogy valaki félreértse, de hogyha most 2018 és 2024 között felsorakoztatnánk azt, hogy mennyi minden épült Pászton, amire Nógrád megyében azt mondják, hogy talán a legtöbb minden lakosság aránysa itt történt, ettől függetlenül mégis annak olyan emberek, akik azt mondják, hogy semmi nem történt Pászton. Most gondoljatok bele, hogyha még és egy zebrának úgy örülnek az emberek, hogy nem igaz. Szóval az, hogyha így gondolnánk, hogy így gondolkodnánk csak, hogyha nincs pénzünk, akkor egész évben nem lenne semmi, de még egy rendezvény sem. Mert nincs rá pénz. És nézzétek meg, a legtöbb településnek nincs pénze, és mindenhol rendezvények vannak. Mert vannak. Mert az embereknek kell. Vagy szóba fog kerülni, pont Márti mondta, 27 millió veszteséget termelt a strand. Megvan a szám. 27 millió. Nettó 27 millió. De az is, nincs pénz, nem nyitjuk ki, és ki se kellett volna idén se nyitni, mert tudtuk, hogy nincs pénz, de hát 27 millió. Tudtuk, hogy fájni fog, 20 milliót tippeltünk, de 27 millió lett. Pedig most vendégek is voltak jobban, mert jó volt az időjárás, hogy röviden ennyit szeretnék. Tessék, Csaba. Köszönöm szépen, hogy a buszmegállóra szeretnék hozzászólni, hogy a ingatlan tulajdonos annak idején, nekünk nagy erőnyére ez akármikor azt a területet bezárhatnak. Várjon lehetni az, amit több ingatlan tulajdonos, és nem lehet oda bemenni. Akik buszon járnak, azoknak egy sokkal nagyobb hely, mint a buszmegálló, sokkal védettebb, sokkal mélyebb, sokkal jobban érzik magukat a biztonságban, nem állnak annyira, sokkal közelebb vannak a buszos felszállói. Ingatlan tulajdonos megtehetné azt, hogy egy rácsot húznál, mint több ingatlan tulajdonos, és oda bemenni. Terület vállalta, meg minden, hogy megcsinálja ezt a buszmegálló ördöt minél nagyobbat a utazó közönségnek, de hát most, hogy tönkretették neki, szerintem ilyen erővel mindenképpen olyan kormányzatot tárgyalni. Köszönöm. Tessék, Józsi. Itt a gyalogátkelő helynek a felfestés, hogy hogy jött szóba, ugye nagyon sok ott a gyalogos forgalom, erről jutott eszembe, jelezték többen, itt jelzőkönyvezet is van, hogy a Tari a Palosz csárdánál, ami van, tehát itt már ez nem kapcsolódik a tárgyhoz, csak szerettem volna szóba hozni. Nagyon sokan megszólítottak, hogy több baleset volt ott, mivel az új út, ami hasznos felé úgy tűnik távolul, mint a körforgalom lenne, belehajtanak, és elég sok baleset volt ott, hogy oda a jövőben, mivel baleseti gócpont körforgalmat vagy valamit, ami
megoldja ezt a problémát, amit tervezni kellene. Jó, köszönöm. Majd csak azért, hogy majd hogy megtanuljátok, hogy minden ilyet akkor kell elmondani az utolsó napirendi pontban közérdekű bejelentéseknél. De most kivételesen válaszolok rá, meg tudlak nyugtatni, hogy teljesen nyitott kapukat döngetsz, mert erre sikerült kilobbizni még idén tavasszal, hogy ugye ez nem a mi útunk, Magyar Állami Közút, de a Magyar Állami Közút vezetője Lehel Zoltán úr ígéretet tett rá, illetve beletették a 2025 évi tervükbe ezt a dolgot, hogy jövő tavasszal vagy nyár elején az itt lévő négyes kereszteződésnél, amit említettél itt a Palóz Csárdánál, kialakítanak egy körforgalmat, hogy 2025-ben kezdik, hogy ilyen szempontból ez egy tényleg nagyon jó hír, ahol még nagyon nagy szükség lenne egy körforgalomra, de arra közel jövőbe esélyt nem látok. Ez itt a Hunyadi utca vége, főút és a Szent Élek utca, mert az is nagyon balesetveszélyes. Főleg délutáni meg reggeli órákban onnan kihajtani, az nem egy egyszerű művelet, csak az meg még drágább, mert ott több házat, tűzép egy részét ki kellene sajátítani, és az brutális összeg, hogy nem tartom valószínűleg, hogy a közeljövőben az állami közöttet lesz rá pénze. De ami fontos, lényeges dolog, hogy itt a Palóz Csárdánál, ha nem történik valami katasztrófa országos szinten pénzügyileg, akkor a közútkezelő ezt el fogja, ezt a munkát végezni. Legalábbis 24-be beletették a 25 éves terveik közé. Jó, hogy szívesen. Jó, köszönöm. Kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, akkor szeretném megkérdezni a pénzügyi bizottságtól, Ádám, hogy hogyan döntötted. Elfogadás. Jó, köszönöm szépen, most kérem szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirendi pont ugyanilyen témában, csak fogorvosi eszközök fejlesztés és vásárlás, ez is megtörtént, de itt nagyon-nagyon röviden tegnap ígértem Árminszki képviselőnek, hogy ma fogok egy kicsit hosszabban beszélni, hogy az a többi új is hallja. Ugye a többiek azért nem hallották az újak közül, mert ugye dr. Bocek Tibor úr, ő benne van, meg Lóri is, Kerekes Lóri is, meg Farkas Attila, furcsa mondanom, hogy Farkas Attila is benne van egy másik testű bizottságban, és ők ugye elmentek egy másik bizottsági ülésre, és ezért nem voltak itt nekik a pénzügyi bizottságon, ugye amikor ők nem tudnak ott lenni, meg nem is kötelező ott lenni, mert ők másik bizottságnak a tagjai. Na, nagyon röviden vázolva, annak idején már elmondtam kamerák előtt, de nem árt a frissítés másoknak sem, hogy mi a helyzet a fogászattal. Mindenki előtt biztos emlékeztek rá, hogy 2016-ig, vagy 17-ig, 16-ig vagy 17-ig, ez most lényegtelen, ugye a Pásztón 4 fogászati körzet van. 3-as körzet dr. Füzér Csama, 4-es körzet dr. Szabad Gergő, 1-es, 2-es körzet pedig a kövesi házaspári volt. A kövesi házaspár nyugdíj után is dolgozott sokáig, mint vállalkozó, de ez egy lényegtelen dolog. Ami nekünk lényeges, hogy 2016-ban vagy 2017-ben ők úgy döntöttek, hogy befejezik, és alatták a praxisukat, meghirdették és megvette tőlük a 2 praxis jogot egy miskolci cég. Egy olyan cég, akinek az országban nagyon-nagyon sok helyen voltak fogászat, nem neki béreltek fogászati rendelőket, de vásároltak praxis, még a Dunán túlon is, Nógrád megyében, Balassagyarmaton, illetve Pásztón. Na most ez a cég általában azzal abban utazott, hogy megkeresett Debrecenben végző iráni fogorvosokat, akik jártak az egyetemre, velük kötöttek egy szerződést, biztos ezt mi nem tudjuk, de valami apanás biztosítottak, és utána egy darabig ugye a cégnél kellett dolgozniuk. Nem is ez a lényeges történet ott kezdődik, hogy 2023. decemberében bejelentette a cég, a miskolci cég, hogy kivonulnak Pásztorról is. Ezt sejtettük, hogy hamarosan be fog ez következni, mert 2023 nyarán már Balassagyarmaton is távoztak. Bejelentették december 1-én, hogy meg fogják szüntetni a Pásztorról a tevékenységüket, viszont 6 hónapos felmondási idejük volt. Igazán mi a 6 hónap alatt sok mindent nem tudtunk csinálni, annyit tudtunk csinálni, hogy valahogy keressünk egy helyettesítő fogorvost, legalább egyet, mert mi más nem tudunk keresni, mégpedig azért,
De ilyen helyzetben a jog azt mondja, hogy fél évig, amikor megszűnik a fogászati ellátás, fél évig még övé ki a praxis jog, vagyis december 1-ig. Vagyis ez a miskolci cég december 1-ig próbálja ezt a két praxist eladni. És addig mi ide csak helyettesítőt kellett kerítenünk, mert ők közben bármikor eladhatják. November 30-ig bármikor, és akkor jön ide két újabb fogorvos. Mi addig nem hirdethetünk meg semmit. Na most december 1-ével, ha ők nem tudják eladni a praxis jogot, akkor visszaszáll az önkormányzatra a két praxis jog, és akkor hirdethetjük meg, bízván abban, hogy jön ide két vállalkozó fogorvos, ami azért nem olyan egyszerű történet, mert azért fogorvosokkal sem lehet Dunát rekeszteni, nincs belőlük annyi, illetve most a fogorvosok jelentős része elgondolkodott azon, hogy nem biztos, hogy vállalkozóként akar fogorvos lenni, mert lehet, hogy jobban megéri neki, hogy közalmazottként dolgozzon az önkormányzat nál, mert nagyon szép a fizetés. De nem is ez az egésznek a lényege, hanem a lényeg ott kezdődik, hogy 2024. május végén mi ott tartottunk, hogy június 1-ével ők bezárnak, elmennek, és az 1-es 2-es körzetben ellátatlanul maradnak az emberek. Önkormányzatoknak alapfeladata, hogy biztosítani kell fogászati ellátást. Abban biztosak voltunk, hogy a két másik fogorvos, Füzérdoktor és Szabadordoktor, ők nem fogják bevállalni fél évre a helyettesítést, mert akkor a saját vendégkörükre nem jut idő. Nagy nehezen sikerült találni egy fogorvosnőt, aki nyugdíjas fogorvosnőt Bátony Terenyéről, aki ideiglenesen elvállalta erre az időszakra a fogászati ellátást. De viszont meg kellett vásárolni, mert honnan lett volna a önkormányzatnak fogászati eszköze tartalékba, meg kellett vásárolni azokat az eszközöket, amelyek kellettek ahhoz, hogy június 1-én a fogászat kinyithasson. És ezt kellett az önkormányzatnak a likvid hiteléből 10 millió forintot rákölteni arra, hogy megvegyük azokat a fogászati eszközöket, amelyeket a NEA előír ahhoz, hogy egy fogászati rendelő működhessen. Nem voltunk egyszerű helyzetben, már csak azért sem, mert ki voltunk szolgáltatva a cégnek, még Bartus László volt az osztályvezető úr, akkor nagyon-nagyon sok fejtörést okozott mindkettőnknek, hogy hogyan lesz fogászati ellátás. Nem akartunk abba a cipőbe kerülni, mint Jobbágyi Ecsegnek Csécse, ahol nem tudták megoldani, mert ott is ez a cég látta el ezt a feladatot, Pásztón egyébként látták el, viszont nekik másfajta szerződésük volt, és például a Jobbágyi Csécsei-Ecsegi embereknek azóta úgy van fogászati ellátásuk, hogy vagy privát mennek el valakihez, de ha ingyen akarnak fogat húzatni vagy tömetni, akkor vagy Vanyalca kell menniük a jobbágyiaknak, ami szerintem rosszabb, mint hogyha Tarjánba, mert Vanyalca, nem tudom, megy a Jobbágyi Bónabi két busz, ha valakinek nincs autója. A Csécsei-Ecsegiek meg Budapest 13. kerületébe járnak fogászatra körülbelül. Most várjuk azt, hogy november 30-áig mi történik. Több verzió lehetséges, az is lehet, hogy az utolsó pillanatban el tudják adni a miskolci cég a praxist, és akkor ide jön két vadidegen, fogalmunk sincs, hogy ki. Vagy ha nem tudják eladni, akkor visszaszáll az önkormányzatra, meg kell hirdetnünk, és ha meghirdettük, azután bízunk abban, hogy két vállalkozó jön. Ha viszont nem jönnek vállalkozók, akkor abban kell bíznunk, hogy két önkormányzati alkalmazású fogorvos jön, de az biztos, hogy valakinek kell jönni. És nem ide tartozik, de elmondom nagyon-nagyon röviden, csak azért, hogy a nyilvánosság is tisztában legyen vele. Hasonló helyzet van a gyerekorvosi rendeléssel kapcsolatban is. Dr. Szabó Erzsébet bejelentette, hogy nyugdíjba megy, január 1-jével leteszi a lantot, és a másik, hogy nekünk valahonnan keríteni kellene egy gyerekorvost. Csak gyerekorvos keríteni még nehezebb feladat, mint fogorvost. És jelen pillanatban osztályvezető asszony Tóth Csillával egyeztetve több levelet elküldtünk a különböző egyetemekre, bár még nem hirdethetjük meg az állást, mert a doktornőnek is megvan az joga január 1-ig, hogy eladja a praxist, de kiküldtünk egy ilyen levelet, hogy valószínűleg Pásztón lesz egy lehetőség, illetve szolgálati lakást biztosítunk egyéb minden ilyen dolgot. Sőt, még azt is beígértük, hogy a plusz fizetése, még önkormányzati plusz fizetést is,
csak hogy jöjjön, illetve Heves megyében, mert Nógrád tájékoztattak minket, hogy Nógrád megyében annyira nincs gyerekorvos, hogy biztos, hogy nem tudnak már sehonnan gyerekorvos helyettesítőt találni, hogy valószínűleg Heves megyének is elküldtük, hogy hát ott van. Hogy rajta vagyunk az ügyön, mi mindent elkövetünk azért is, hogy gyerekorvos is legyen. Ezt régen meg kellett volna Magyarországon lépni egyébként, ez más történet, ez nem a mi hatáskörünk, de nagyon-nagyon régen meg kellett volna lépni azt, hogy fel kellett volna már nagyon régen emelni az orvosoknak a bérét, ahogy fel lett emelve, és nem az a tendencia, mint a 2000-es években volt, hogy akinek nem tetszik, el lehet innen menni című elvérvényesült. De ezt az részét lezárom, mert ez nem ide tartozik. A lényeg az, hogy az orvosokat megpróbáljuk pótolni mind a fogászatban, mind a gyerekgyógyászatban. Jó, köszönöm szépen, így szerettem volna ezzel kapcsolatban. Kérdés, vélemény? Lóri, tessék? Én szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy az ingatlan, amikor rendelést tartott, az nem önkormányzatot. Tudom, hogy jön két infogorvos, amit mondjuk, és csinálnak akkor egy teljesen rendelőt, de nem veszik ezeket az eszközöket. Mi a tervezett az eszközökkel, hogy van? Hát ez egy... A helyzet a következő. Az a baj, hogy minden csak feltételezés. Ugye magában a kérdésedben ott volt a ha. Na most, ha mi nem vásároljuk, ha májusban nem vásároljuk meg az eszközöket, akkor azóta sincs fogászatplásztó. Na most, hogy mi lesz decemberben, ezt senki nem tudja. Ezt az égvilágon senki nem tudja, mert hogyha jön két fogorvos, lehet, hogy olyan fogorvos jön, akinek nincs eszköze. De az is lehet, hogy olyan fogorvos jön, akinek van. De ez lutri. A másik tényleg nem miénk az ingatlan. Az ingatlan a kövesi házaspárért, a kövesi házaspárnak van egy KFT-je, Ampex, ők a tulajdonosok, és a miskolci cég tőlük bérelte az épületet. Most június 1-től mi is tőlük béreljük, mert ugye hová máshová tettük volna a fogászatot. Ha jön két vállalkozó, minket nem érdekel, hogy ők hol bérlik. Ők, hogyha megállapodnak a kövesi házaspárral, nekünk úgy is jó, hogyha ők vesznek valahol egy ingatlant és kialakítják, akkor nekünk az is jó. Nekünk ez, ha két maszek van, ez nekünk teljesen mindegy. Nem nagy titok, hogy amíg a miskolci cég úgy volt, hogy itt marad, ők két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel Páldár Andrától megvásárolták itt a volt pizzériát itt a velünk szemben, megvásárolták, és ott akarták kialakítani az új fogászatot. Csak hogy kivonultak, most nem tudom, biztos el akarják majd adni az ingatlan. Most az önkormányzat, ha viszont nem olyan két olyan fogorvos jön, aki vállalkozó, hanem az önkormányzatnak kell biztosítani azt, hogy ugye helyiséget is, akkor viszont nekünk majd a testületnek el kell azon gondolkodni, jó? Hogy béreljük-e tovább az épületet. Annak ugye van egy ára, havonta, éves szinten nem kevés, vagy pedig kialakítsunk máshol egy rendelőt. Van ugye egy rendelőintézetünk, ahol Fölker doktor, Halis doktor rendel, Szabad Gergő, Szalka Éva, ott van egy üres helyiség, amit ha úgy dönt a majd a képviselőtestület, ott kialakíthatunk akár egy fogászati rendelőt is. Úgy össze kell vetni, hogy melyik a jobb megoldás, a bérlés, vagy pedig az, hogy kialakítunk magunknak. De ez ugye, még ez megint ott van a rengeteg ha, hogy majd meglátjuk, hogy mi történik. Eladják-e a praxis november 30-ig, vagy nem? Ha eladják, ők maszeknak adják el, aki akkor biztos, hogy semmi dolgunk nincsen. Ha nem adják el, akkor mi megnézzük, hogy a mi pályázatunkra vállalkozóként pályázik valaki, vagy önkormányzaton keresztül szeretne alkalmazott lenni. Jelen pillanatban ezt senki sem tudja megmondani, hogy lesz. Szerintem ebben okosabbak csak január elején leszünk. Ha nem kell a berendezésünk, akkor ezt meg kell próbálni eladni. Akkor is egy kényszerhelyzet volt, mert nélkül meg nem lehetett volna fogászat. Természetesen, mivel használt dolgokról van szó, azért arra nem lehet számítani. Ugye ebbe a 10 millió forintban két szék is benne volt, két fogorvosi szék. Egyébként egy vadi új fogorvosi szék, ha egyet veszel, 16 millió forint. Hogy sajnos ilyen árak vannak. Az ember megdöbben, hogy mi kerül egy cégbe. Nem tudom, emlékeztek annak idején, aki fiatalok nem, a 70-es években volt egy nagyon jó kabaré,
Márkos László, hogy mi kerül egy fotelbe a 10.000 forintba is, szétverte a fotelt a... De ez egy kabaré, ezt most nem kezdem elmesélni, mert hajlamos vagyok leragadni. Jó, köszönöm. Jó, szívesen. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, hogy döntött a bizottság által? Elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Most kérek szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. 4-es napirendi pont, javaslat, éventúl ugyanez a hitel felvétele, Pásztó Márta keresztesi Kékesi út 40-42-es szám mögötti Kövicses partfal helyreállítása, Viszmajor pályázathoz. Tegnap részletesen elmondtam, de a lényege az, hogy amikor sajnos történik egy természeti katasztrófa, mi minden egyes ilyennél pályázatot nyújtunk be a belügyminisztérium felé, ami egy örvendetes hír, hogy mindig meg is kapjuk a támogatást, ami kevésbé örvendetes, hogy egy pásztó nagyságú település, amely város nem fog 100%-os támogatást kapni az államtól. Niki, jól tudom, 70%-os a támogatás. Általában általában 70%-át és 30%-át az önkormányzatnak kell lenyelnia egy ilyen önrész, azt nekünk kell kifizetni. Sajnos ebben az a szomorú, hogyha keletkezne egy 1 milliárdos kár, akkor 300 millió lenne. Ne történjen ilyen természeti katasztrófa. Ez ugyanakkor történt egyébként, amikor a nagy esővés volt Pásztón, és amikor a Vörösmarty utat elöntötte a víz. Sajnos ez mindig benne van a pakliban, hogy lesz ilyen káresemény, mind a legjobban Márta keresztese, amely veszélyeztetett ilyen szempontból a Kövicses patak mentén vannak veszélyeztetett helyek, a Vörösmarty utca, illetve a Muzsdai rész van kitéve egy ilyen villámárvíznél. Arra, hogy itt ezt kivédjük, nem 100 millió kellenének, sok milliárd forint, és akkor sem lenne teljes biztonság. Sajnos az időjárás átalakult, villámárvizek alakulnak ki, kis területen történnek meg a felhőszakadások, egyszerűen erre sehol nincsenek a világon felkészülve, még a leggazdagabb országokban sem. Gondolom mindenki néz híradót, látja, hogy sokkal szerencsébb, történelmi szerencsésebb helyzetű országokban sem tudnak mit kezdeni, amikor a víz az úr. Ez nem azt jelenti, hogy fel kell adni, de a lényeg annak az a dolognak az, hogy teljesen védekezni nem lehet. Márta keresztes esetében történt egy bizonyos fajta védekezés egy jó pár évvel ezelőtt, egy záportározó megépítése a település fölött, csak bonyolította azt, hogy ott mégsem lehet megépíteni, ahova megpróbálták megtervezni, mert Natura 2000-es területet is érint, és környezetvédők tiltakoztak. Ez ellen alpolgármester úr velem volt ezen a megbeszélésen, döbbenetes volt, amikor feltettük azt a kérdést, hogy mi fontosabb, a emberi élet, vagy az emberi vagyon, vagy bizonyos lepkefajok, vagy virágok. Jött olyan megdöbbentő válasz, hogy volt, aki szerint az. Ez egy más kérdés, én ezt a vitát nem nyitom ki. Egy dolgot szeretnék elmondani, pedig ha ez a pályázat megvalósult volna, akkor a hasznosi víztározót is tovább erősítették volna, illetve a Kövicses patak meder rendezése is megtörtént volna végre. Azért annyit érdekességként elmondok, hogy valahogy ez kiszivárgott, hogy van egy ilyen pályázat, épp nem az önkormányzat pályázata, állami gondolat, és berontott egy pásztói hölgy az irodámba, és minden békagyilkosnak lehordott, hogy mit tervezek én a Kövicses patakkal tenni, hogy tönkreteszem az élővilágát. Szóval nem olyan egyszerű, aminek sok ember örülne, az lehet, hogy 10 ember meg képes lenne jelképesen még lincselni is, érte. Visszatérve erre, itt ez nagyon bonyolult volt, mert speciális volt a helyzet. Először úgy volt, hogy nem is tudunk rá pályázni, ehhez kellett segítség, politikai segítséget igénybe venni, mind Heves, mind Nógrád megyéből kellett hozzá, Heves vármegyei főispán, meg a Nógrád megye is, mert nagyon speciális volt a helyzet, mert itt, ami mederfal leszakadt, az Heves megyéhez tartozik. Máta Szent Imre közigazgatási területéhez. Ők nem tudtak volna rá Viszmajort benyújtani, mert náluk nem történt kár. Viszont a föld belement a patakba, az elzárta a pataknak az útját,
a pataknak a közepe egyébként a megyehatár, és 8, 9 vagy 10 házat mosott volna, elvitt volna, ki kellett volna telepíteni az embereket. Maga a káresemény meg Nógrádban történt, de a kiváltók Hevesben is egy darabig azon ment a labda, hogy ki adhat be pályázatot, tehát a jog szerint még az is előállhatott volna, hogy senki ebben az esetben, de végül is adhattunk be, és meg is kaptuk az állami segítséget, viszont sajnos ugye önerő itt is keletkezett. Tessék! Köszönöm szépen! Erre szóba került. Volt a Vörösmarty övek, annak a végében volt egy zárt határozó. Azt nem lehet, jó, hála Istennek, évek óta nincsen ilyen, hogy azt nem lehetne valahogy helyreállítani. Nagyon sokszor volt ugye probléma, hogy a telepet sajnos elmosnak. Következő most pontosan nem emlékszem, de majd lehet, hogy Niki többet tud mondani. Valamikor volt ott valamikor nagyon-nagyon régen, ebben igazad van, de az a, én úgy emlékszem, jó, mondjuk ez 3 évvel ezelőtt foglalkoztam személyesen ezzel a dologgal valamennyire, hogy az úgy a funkcióját ott elveszítette. Ott igazából az volt a gond, hogy ott voltak vízelvezető árkok, amelyet ki is tisztítottunk, ami megoldotta volna a problémát. Csak van egy nagyon nagy gond, a gond ott kezdődik mindig, hogy mi hiába tisztítjuk ki, sokan betemetik, mert ott járnak át, és onnantól kezdve nem tud a víz elfolyni. És ezért van veszélyben a Vörösmarty út, hogy tulajdonképpen olyan munkát végzünk, mint amikor volt egy klasszikus film, hogy a rabokkal falat építenek, majd lebontatják, hogy ez egy nagyon nagy problémát okoz. Na most nem tudjuk, hogy ki temeti be az árkot, de többször van, de ez legjobb lenne, ha most ugye nincs itt Sanyi, ő bizottság, én el tudta volna mondani. Nem tudom, Niki, te emlékszel erre a dologra, mert 3 évvel volt körülbelül, hogy a Vörösmarty utcával foglalkoztunk, az ott a vízelvezető árkokkal. Akkor vízelvezető árkokat többször is. Nem is azt mondtam, annak idején, amikor én dolgoztam, ott például a települők, a bobiktól kezdődött, tehát évente legalább 2-szer a városra szállítás, fúrra kitepelította, de felállották ugyanúgy, és akinek volt történt egy kis felke, az szép napokra. Igen. Igen, ez így van, viszont igazából teljesen hogy szóltak, hogy ugye nem a napirendi pont, és előbb mondtam Árminiszki onnak is, hogy a legvégén a közérdekűnél kell elmondani, hogy lerakunk. De itt, de akkor tényleg ez legyen az utolsó mindenkinek, hogy nem fogok rá válaszolni, csak a legvégén akkor, jó? De a lényeg az, hogy takarítottuk, de valamiért az áportározó elveszítette a funkcióját, mert ott ki kellene hozzáépíteni egy új árokrendszer, de már nem emlékszem pontosan, ami pénzbe kerül. Jó, köszönöm. Ha nincs több kérdés, hogyan döntött a pénzügybizottság? Elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. A következő napirendi pont javaslat 5-ös 80 éven felüliek támogatására. A régi hagyomány, hogy az önkormányzat támogatja a karácsony előtt alapvető élelmiszer csomaggal a 80 év feletti időseket, 513 fő. Kicsit emeltük a csomagnak a összegét, egy csomag 6000 forint, de nagyon-nagyon örülnek neki az idős emberek, és ezzel is szeretnénk egy kicsit megbecsülésünket kifejezni ezzel a szerény dologgal, illetve tudom, hogy nagyon örülnek neki sokan. Sokan elsősorban a gesztusnak örülnek, de van, akinek tényleg segítséget jelent ez a 6000 forintos csomag is, és én Csabának átadnám a szót, amit gondolom tegnap mondtál el a szót. Nem, jó. 13 főben, 6 főben, Pásztor és Mátra keresztesen polgárok, akik 85 felettiek kellnek itt a csomag. Szeretném kérni a lakosokat vagy a hozzátartozóikat, hogyha a december első 2 hetében nem csennek otthon ezek a 80 év felettiek, hogy akkor a szociális osztályon jelezzék, mert van olyan, hogy 3-4-szer kimennek egy helyre, vagy kimennek a képviselők is, és nem találjuk őket. És ez sokkal több munkát tesz, így is 513 helyre kell kimenni, azért az nem kevés. Hogy kérem minden lakost, aki 80 év felett, és nem otthon van, hanem a gyerekénél, vagy valahol tartózkodik, hogy ez jelezze. Köszönöm szépen, Csaba. Még annyi, hogy 4 cégnek küldtünk ki 3 ajánlatkérést, a 4 cégből a Csépe Privát Kft. Adta a legolcsóbb ajánlatot,
ezért a javaslat az, hogy tőlük rendeljük meg. Összes összértékben 3 millió 78 ezer forint. Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, én szeretném megkérdezni az intézményirányítást, hogy hogyan döntöttetek. Jó, köszönöm. Pénzügy? Szintén elfogadásra javasoljuk. Jó, kérem, és akkor most a testületet kérem, hogy szavazzuk. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirendi pont. Javaslat Csohány baráti kör pásztói, pásztó kultúrájáit alapítvány egyedi kérelmének elbírálására. Ugye nagyon rövidezett előterjesztés arról szól, hogy jövőre lesz pásztó egyik leghíresebb szülöttjének. Azért mondom, hogy egyik, mert pásztónak két nagyon nagy szülötte van. Az egyik Tittel Pál, a másik pedig Csohány Kálmán. És jövőre lesz születésének 100. évfordulója. És erre alakult egy Csohány Emlékbizottság, amelynek tagjai a Csohány baráti kör elnöke Hercegné Varga Ilona, illetve többen vagyunk benne tagok, és tegnap jeleztem a képviselő, vagy a bizottság ülésen, hogy az új alpolgármesterek, illetve Rekes Lóránt intézményirányítási bizottsági elnök is meghívódni majd minden ülésre. Itt folyamatosan megy a munka több hónapja, hogy milyen rendezvények lesznek az elkövetkezendő időszakban, főleg a következő évben. 10 kiállítási helyszín lesz az országban, de természetesen a fő gazda, a házigazda pásztó, és ehhez kérnek támogatást pásztó városától, 4 millió forintot, még magasabb összegre pályáznak, majd az államtól is próbálnak a kormányzattól kormányzati forrást találni rá, de az mindig segítség egy pályázatnál, ha látják azt, hogy jelentősen erő is van mellette. Ez nem az idei költségvetést terheli, ez majd a következő évi, tehát következő évben fognak ezek a rendezvények is egyébként megvalósulni, és ez csak egy ígérvény, hogy van róla egy testületi határozat, hogy pásztóvárosa támogatni fogja Csohány Kálmán születésének 100. évfordulójára az emlék évet. Röviden erről van szó az előterjesztésben. Jó, köszönöm. Kérdés, vélemény. Tegnap volt, azt már akkor megkapta a választ a képviselő. Hogyan döntött a pénzügyi bizottság? Elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Jó, köszönöm. Intézményirányítás. Jó, köszönöm. Most kérem szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirendi pont. Javaslat Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 2025 évi pályázati fordulójához történő csatlakozása. Előterjesztő Túl Csilla osztályvezető asszony. Csilla, szeretnéd szóban kiegészíteni? Kiegészíteni nem tudom, hogy elmondani, hogy ez már több éves adományozás önkormányzat csatlakozik ehhez, és akkor itt a szociális körülmények javítása érdekében kellene, tehát a kevesebb jövedelem már rendelkezésnek tud biztosítani a felsőoktatásban való részvételt. Ez egy ilyen pályázati forma, amihez mindenhol a csatlakozók lennének most is, és azt akarom bízni, hogy minél több hallgató fog pályázni, mert ez az elmúlt években csak felében benzél volt. Jó, köszönöm szépen. Annyiban helyesbíteném egy picit Csillát, hogy ez egy, amúgy ez egy örvendetes dolog, hogyha vagy nem tudják. Ha nem tudják, akkor nem örvendetes. Ha viszont tudják, és úgy van kevés, akkor viszont azt jelzi, hogy nincs rá igény. Az pedig jó dolog, hanem. Igen. Igen, akkor így lenne a pontos. Jó, köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e ki, igen, Csaba, tessék. Azt szeretném kérni, hogy a honlapra kik lehet. Ki van? Annyiban helyesbítenék, hogyha tényleg nem tudják, akkor hát, ha most nézik, és azt szeretném kérni minden jelenlévőtől, hogy a ismeretségi körébe is mondja el, hogy van ez a pályázati lehetőség, hogyha valaki
felsőfokú tanulmányokat folytat, és rosszak a családi körülmények, akkor lehet erre pályázatot benyújtani. Jó, köszönöm. Tessék, akkor. Csak annyit, hogy ezek a papírral, akkor esetleg az iskolák, felsőfokú, főiskola, egyetem. Vagy, vagy ott, nem tudjuk, országosokban. Jó, köszönöm, ha nincs egyéb, akkor hogyan döntött az intézményirányítás? Jó, köszönöm. Pénzügy? Szintén elfogadásra javasoljuk. Köszönöm, most kérem szavazni. A képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő javaslat pásztori hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó pályázat ismételt kiírására. Lehet legutóbb 2020-ban volt a pályázat, ez 2024. szeptember 30-án lejárt. Kiírtuk pályázatot, és nem jelentkezett senki. Itt ugye nem csak a főszerkesztőire is van pályázat, illetve a nyomdai munkára is. Elkerülte mindenkinek a figyelmét, pedig meghirdettük. Én bízom benne, hogy a következő pályázatnál lesz rá jelentkező. Tulajdonképpen ez az előterjesztés ezt tartalmazza. Nem is tudom, mikor, egy 3 hónapja hirdettük meg, vagy 2 hónapja valahogy. De ennek nincs jelentősége. És nagyon jó lenne, ha lenne, mert ugye decemberben szokott lenni, jön ki a következő szám. Hát úgy nehéz, hogyha nincs főszerkesztő, meg kiadó. Jó, ha nincs ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, akkor szeretném megkérdezni, hogy hogyan döntött a pénzügy. Elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Jó, köszönöm. Hogyan döntött a intézmény? Jó, köszönöm, most kérem szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirendi pont. Javaslat Pásztó egymi gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítására. Ennek ez a lényege, hogy az egymi az semmilyen szempontból elvileg nincs hozzá közünk. Nem miénk a fenntartás, nem miénk az iskola működtetése, nem miénk az ingatlan, semmi közünk sincs tulajdonképpen hozzá, annyi közünk van, hogy viszont az iskolai étkeztetést azt egy település összes iskolájában, nevelési intézményében, oktatási intézményében mindig az önkormányzat feladata biztosítani. És itt volt a Molnár doktor egy ellenőrzést tartott kint az egymi épületében, és megállapította, hogy hát itt jelentős felújítást kellene végezni a tálaló konyhában, mert ez így nem jó. Most a probléma ott kezdődött, hogy ki csinálja meg ezt a felújítást, ami egy több mint 10 millió forintot takart volna. Az önkormányzat azt mondta, hogy mi nem csináljuk meg, mert nem miénk az épület. Viszont a gyermekétkeztetés a mi feladatunk. A tankerület azt mondta, hogy bár ők a működtetők és a fenntartók, de ők nem fizethetnek egy fillét se arra, ami a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos. A maga a vállalkozó, a Laci bácsi konyhája, aki pedig szállítja az ételt, ő szintén azt mondta, hogy neki meg akkor nem, hogy nyeresége nincs, hanem veszteség lenne, hogyha ő ezt megcsinálná. Ezért itt volt egy padhelyzet, hogy mi lesz, itt volt egy ilyen jogkézagos helyzet, hogy hát ez nem tudom, egy bírósági per, mit hozott volna ki ebből bírósági per lenne, de született egy olyan salamoni döntés, hogy azt a szakaszt, amit fel kellene újítani, azt lezárjuk, és a tálalókonyhátnak azt a részét használaton kívül helyezzük, és az a része, ami normális állapotban van, ami a doktor úr szerint is elfogadható, azon a részen van az a tálalókonyha, és erről szól a szerződés módosítás, a közüzemi számlák megosztása, így, hogy átalakult a tálalókonyha mérete, jóval kisebb, de tegnap szóba került, hogy 5 négyzetméter mindössze, és 2,2%-ra módosul. Ennyi az előterjesztésnek a lényege. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, amennyiben nincs, hogyan döntött a pénzügy? Jó, köszönöm. Intézményirányítás? Jó, köszönöm, akkor most kérem szavazni.
Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirend, bocsánat, 6 igennel, mert Csaba nem volt bent, csak módosítás, elfelejtettem, igen. Következő napirendi pont, javaslat önkormányzatot érintő költségcsökkentő intézkedések megtételére. Hogy a következő helyzet, az első ilyen dologra akkor került sor, ez arról szól, hogy pénteki home office bevezetése a polgármesteri hivatalban. Erről szól az előterjesztés, hogy legelőször 2022-ben, mikor elszaladtak az energiaárak, és megszűnt az önkormányzatoknak a rezsicsökkentett ár, akkor az önkormányzatunk is arra a lépésre kényszerült, hogy több helyen takarékossági intézkedéseket vezessen be. Egyik ilyen volt akkor is a hivatalban a home office bevezetése, amely igazoltan átlagosan már csak azért is, mert egy nappal kevesebb nap van fűtésvilágítás, 20%-kal csökkentette a kiadásainkat. A másik, hogy akkor vezettük be azt, hogy a anyakönyvi részleg visszaköltözött a rüfekterem mellől, és visszajött a hivatalba, és télen azokat a helyiségeket ott lent, ami volt a kistérségi épület, és csak esküvő céljára lehet használni, illetve akkor állt elő az a helyzet egy évig, hogy a művelődési házban sem lehetett télen rendezvényt tartani, hogy ezzel is jelentős összeget spóroljunk meg. Úgy adtuk ki rendezvényre, ha valaki vállalta azt, hogy kifizeti 3 napos felfűtési összeget is, ami több 100 000 forint volt akkor. Ezek a szigorítások zöme már nincs életben, annyi van, hogy a anyakönyv már itt maradt, hogy nem költözik vissza, illetve javaslatot teszek arra, hogy minden pénteken, majd majd helyesbítek mindjárt, mert én javaslatot igazából nem nagyon tehetek ez ügyben, hogy pénteken a fűtési időszakban újra legyen home office, mert az élet bebizonyította azt, hogy a dolgozók otthonról is munkaszervezéssel ugyanúgy el tudták látni a feladatot. Aki meg nem tudta ellátni, az meg másként oldotta meg, az nem ment home office-ba. Miért helyesbítettem az előbb, hogy én teszek rá igazából javaslatot, ezenek az az oka, hogy egyébként ezt jegyző úr saját hatáskörben is rendelhetné, mert ez erről nem az önkormányzat tulajdonképpen ebben a történetben a gazda, hanem a polgármesteri hivatal, és azt tudni kell, hogy a polgármesteri hivatal és az önkormányzat az nem egy és ugyanaz. A polgármesteri hivatalban a vezető nem én vagyok, és nem a képviselőtestület, hanem a jegyző úr, és én a polgármesteri hivatal dolgozóinak egyiknek sem vagyok főnöke. Összesen csak egy embernek vagyok a főnöke, a jegyzőnek senki másnak, és nagyon érdekes, hogy 2013-tól még ti sem vagytok a főnökei a jegyzőnek, hanem egy személyben csak én. Akkor változtattak a önkormányzati törvényen, vagyis ha én úgy döntenék, csak úgy mondom, nincs ilyen szándékom, hogy a jegyző úr honlaptól nekem nem szimpatikus, meg se kérdeznélek titeket, és azt mondanám neki, hogy kedves Bence, köszönöm az eddigi munkádat. De ez a veszély nem áll fönn, mert kifejezetten elégedett vagyok a jegyző úr munkájával, csak itt a félreértések elkerülése vége, a kamerát előtt mondtam ezt a dolgot, hogy nem elég, csak azért, hogy igazából csak ezt így körbeírtam, hogy igazából a polgármesteri hivatalban a főnök minden szempontból a mindenkori jegyző, mert ő az összes dolgozónak ő a főnöke. Én csak neki vagyok főnöke, meg az alpolgármesternek, a két alpolgármesternek, se, tulajdonképpen másnak, meg akik megbízási szerződéssel vannak azoknak. Illetve a közmunkaprogram vezetőinek, meg Katinak lent a portán. Hogy így van a beosztás. Én, hogyha valamit akarok valamelyik dolgozótól, én úgy tudok neki utasítást adni, jog szerint, papír szerint, hogy szólok jegyző úrnak, hogy közvetítse ezt a szándékomat a dolgozó felé. Gyakorlatilag az nem mindig így működik, de igen. Szavazzunk, bocsánat. Jó, a lényeg az, hogy erről szól ez az előterjesztés, hogy igazából bár nem lett volna kötelező testület elé hozni, de jegyző úr is úgy gondolta meg én is, hogy így korrektebb, hogyha behozzuk a képviselő testület elé is, és tájékoztatjuk. Jó, azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény.
amennyiben nincs, szeretném megkérdezni az ügyrendi bizottságot, hogy hogyan döntöttetek ki volt. Köszönöm, intézményirányítás. Köszönöm, pénzügy. Szintén elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, most kérem szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő javaslat Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél működő felügyelőbizottság tagjainak megbízására. Erről már szavaztunk egyébként, a három személyről már augusztusban vagy szeptemberben nem is emlékszem, de történt egy kis formai hiba a lakcímeiknél, és ezért szükséges újra egy új szavazást ezzel kapcsolatban megejteni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, amennyiben nincs, hogyan döntött a pénzügyi bizottság. Elfogadásra javasolja. Köszönöm, most kérem szavazni. Megállapítom, hogy 7 igennel a képviselőtestület elfogadta. Következő 12-es napirendi pont. Javaslat Pásztó Musda pusztai károsodott tárapasztó műtárgyának és a 6817 helyrajzi számú gátjának mentett oldalán leszakadt rézső helyreállítására beérkezett árajánlatok elbírálására. Ugye ugyanakkor, amikor volt ez a nagy esőzés máshol is, a Musdán is megsérült ez a rész, és először nagyon megijedtünk, mert amikor kint volt Budapestről egy bizottság, több 10 milliós kárról beszél, vagy 100 milliót meghaladó kárról is szó esett először, és úgy nézett ki, hogy az önkormányzatnak 40 millióra rész kell majd valahogy hozzápakolni, de szerencsére szakemberek találtak rá megoldást, hogy tulajdonképpen az önkormányzatnak szinte egy fillérébe se kerüljön, és erre kiküldtük a országosan talán a három legnagyobb cég ilyen szempontból, aki hasonlókkal foglalkozik, az árajánlat kérést. Mind a három céget ismertük valamilyen szempontból, ugye a Penta is dolgozott már Pásztón, Pásztó környékén, a Hedó is, ugye a legismertebb építkezése a 21-es főútvonal, és a Kolasz ZRT is pályázott már nálunk, sőt egyszer úgy volt, hogy nyer is, csak a közbeszerzési hatóság hibát találta pályázatában és a második helyzetnek adta át, de nem is ez a lényeg az, hogy a Hedó Kft. Adta a legolcsóbb árajánlatot, ezért a bíráló bizottság is úgy döntött, hogy a Hedót illeti meg ez a munka, ennek a munkának az elvégzése. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, amennyiben nincs, akkor hogy döntött a pénzügyi bizottság? Elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Jó, köszönöm, most kérem szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Következő napirendi pont 13-as javaslat Pásztó 362 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Akácfa utcai sok gondot okozó épület ingatlanról van szó, itt egy nagyon speciális helyzet volt. A helyzet az volt, hogy az altalaja miénk, a rajta lévő felépítmény, egy nagyon rossz állapotban lévő ház viszont nem a miénk volt. Most örökösödés útján most egy, ugye az ott az örökös hölgy jelezte, hogy megvenni az önkormányzattól az altalajt, ő felkínált érte 1 millió forintot. Na most nekünk mi nem adhatunk el önkormányzati területet, ingatlan csak úgy, hogyha értékbestő azt megnézi. Az értékbestő megállapítása szerint 1 300 000 forintba ér az altalaj. Most nekünk mi kevesebbért, többért eladhatjuk, mint amennyiért az értékbestő mondja, illetve kevesebbért adhatjuk el, 20%-kal csökkenthetjük. Most az előterjesztésben is szerepel, hogy 1 millióért nem adhatjuk oda, mert nem mehetünk 20% alá, de 1 300 000-nek a 80%-a 1 040 000, és ebben az szereppel arra teszek javaslatot, hogy akkor 1 040 000-ért bízunk benne, hogy a 40 000 forint nem fog gondot okozni a vevőnek, és ki fogja fizetni ezt a plusz különbözetet is, mert ezzel a területtel mi semmit nem tudunk. Ezt soha nem fogja senki megvenni, csak ő.
mert ez másnak nem kellett kivenni, meg egy olyan altalajt, amelyiken egy másnak a háza van. Ugye javaslatom azt, hogy kínáljuk fel 1.040.000 forintért eladásra ezt az ingatlant. Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, hogyan döntött Lóri, tessék? Nem érné meg megvenni ezt az ingatlant, mert az ingatlan ez iszonyatos rossz állapotban van. Ezt az ingatlant el kellene bontani, annak lenne még egy bontási költsége is. Ezt az ingatlan már nem tudod helyreállítani, olyan állapotban van. Ezzel nekünk több millió forint kiadásunk lenne, és nem olyan nagy a terület, nagy valószínűséggel mi azt annyit nem tudnánk eladni, mint amennyibe kerülne nekünk. Sokan keresnek ingatlant, telek ingatlant, ez tény. Van is egyébként ennek az 5 éves ciklusnak ez lesz az egyik nagy feladata, hogy kijelölni, reméljük, hogy lesz rá pályázat, kijelölni olyan helyeket, ahol tovább vásárolhatnak az emberek ingatlan, mert csak a Pászton az önkormányzatnak szinte nincs eladó telek ingatlanja. Van egy-kettő szétszórtan, elsősorban a Bügei részen, máshol nem is nagyon, még egy pár hely van, de távlati terv az más irányba, de ez tényleg nem tartozna már a napirendhez. Viszont, és a másik dolog, hogy ha mi akarnánk megvenni, ez az illető, aki most a neve nem jut eszembe, meg nem is lényeges, biztos, hogy nem annyit kérne tőlünk, ha az önkormányzat meg akarná venni, mint amit az értékbeslő felértékelte, hanem sokkal többet kérne. Nagy valószínűséggel. Neki, így, hogyha most tőlünk megveszi, neki nagyobb tudsz lesz eladni, mert ő neki ugye nem kell megvenni semmit, hanem csak ezt az 1 milliót, neki nem kell, hogy a többi az övé. És ő utána azt csinálja, amit akar. És lehet, hogy egy kis hétvégi háza, vagy ki tudja, hogy mit alakított ki, az már az ő ügy. Az nem a mi ügyünk, de nekünk eddig csak gondot jelentett, mert hiába, hogy az építmény nem a miénk volt, de az udvarában gazolt, kivéve a legutóbbi időig, és a mi közmunkásaink takarították azt a területet is, hogy örülünk, hogy attól a területtől megszabadulunk végre. Úgy. Ez étessék, Józsi? Ezzel kapcsolatban tegnap már beszéltünk arról, és Molnár Sándor elmondta, hogy a közmunkások tisztították ki ezt a tavalyi évben. 6-8 konténernyi kitermelt fát, illetve zöld hulladékot szállítottak el onnan, és tegnap még a bizottsági ülés előtt elmentem, arra megnéztem, hogy tudjam, hogy miről beszélünk. Rögtön felmerült az az ötlet, amit és amit Lóri most kérdezett, viszont mivel a önkormányzatnak mellette vannak ugyanilyen ingatlan tulajdonai lent a Rekordtán pálya mellett, ezért tegnap egyértelműen a vevő javára döntöttünk, hogy ezt értékesíteni lehessen. És én ott parkolóba gondolkodtam első körben, mivel a PSK mérkőzéseinél állandó dugó van a Hajós Alfréd úton, illetve az Akácva úton és a Sport utcánál. Ezért gondoltam én azt, hogy most a Lóri is egyébként javasolt, csak nem eladásra, hanem hogy azt parkolóvá alakítani. Viszont azért nem is hoztam ezt tegnap szóba, mert van mellette még ilyen ingatlanunk. Igen, nagyon röviden. Maga az ötlet nem lenne rossz, csak van egy nagyon nagy probléma, ha ezt mégsem valósítjuk meg anyagi forrás hiány, mert jelen pillanatban én nem tudok arról, hogy parkoló kialakítására lenne pályázati lehetőség. Egy parkoló kialakítása egy olyan nagyságú parkoló, mint mondjuk a kórház mellett alakítottunk ki, a milyen utca, azt hirtelen akartam kimondani. Ez vagy a Farkasfejér is. Gárdonyi, de melyik a másik utca? Liget. Na, a Liget utca az, amit eszembe. Na, ott a Liget utcánál kialakítottunk a több millió forint. Szóval egy parkolónak a kialakítása, megvenni az ingatlant, eltúrni, annak a bontása körülbelül 1,5-2 millió forint minimum alsó hangon, megvásárolni, itt egy parkoló kialakítása olyan 10 millió forintot kóstálna körülbelül. Van még egy másik gond, hogy az nem meg kellene nézni, ugye az lakói, ott nem is biztos, hogy a település rendezési tervünk alapján ott kialakíthatnánk parkolót. Műszaki osztályra nézek, hogy ezt meg kellene nézni. Az sem biztos, hogy kialakítható parkoló,
hogy mi szerepel a település rendezési tervünkbe. Ha ezt módosítani kell, az körülbelül másfél-két év. Kérdés az, hogy én természetesen ötletnek nem rossz, de biztosítani kellene hozzá körülbelül minimum alsó hangon 10 millió forintot, hogy ott kialakítsunk parkolót. Jelen pillanatban én magam részéről, de természetesen én elfogadom a testületnek a döntését, ahogy a többség dönt. Én nem ismerem a hölgyet, azt sem tudom, hogy kiről van szó. Én nem hinném, hogy a javára döntünk bármiben. Logikus, hogy az akar megvenni egy épület alatt az akarja megvenni az altalajt, akinek a tulajdona van fölötte. Én természetesen elfogadom a képviselő testület döntését, én a magam részéről továbbra is az eladás mellett vagyunk, mert hogyha ez a hölgy most egyszer végre benyújtotta a vételi szándékát, és most visszautasítjuk, szerintem soha többé nem akarja megvenni. Tessék, Csaba! Köszönöm szépen, tényleg nagyon jó lenne, ha jó Szerintem mindenképpen most adjuk el ezt a területet, és később azon gondolkozunk, hogy oda parkolókat tudjunk a öltözők és a bejárat közelet. Köszönöm. Egyéb kérdés, vélemény? Ha nincsen, hogyan döntött a pénzügyi bizottság? A fogadásra javasolja a napi rendi pontot. Jó, köszönöm szépen, és akkor feltenném szavazásra a határozati javaslatot. Köszönöm a képviselőtestület 6 igennel és egy tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pont, termőterületek elérhetőségének javítása, önerő biztosítása. Hát erről körülbelül ez csak egy formai dolog, már többször szavaztunk. A lényeg az, hogy 3 külterületi felújítása, ahol az önerő összege egy pár ezer forintot, vagy pár tízezer forintot változott az elmúlt évek során. A lényege az, hogy ebből 2 már el is készült. A harmadik pedig folyamatban van, ez az élgéphez vezető út. Röviden ennyi az előterjesztés, mivel rengetegszer beszéltünk már róla a testület üléseken, többet nem kívánok hozzátenni. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, amennyiben nincs, hogyan döntött a pénzügyi bizottság. Elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Jó, köszönöm, most kérem szavazni. Köszönöm a képviselő testület. Attila, nem nyomtál? Vellé nyomtál, 7 igennel elfogadta. Köszönöm, következő pont, javaslat Pásztóvárosi Önkormányzat és intézményi részére villamos energia beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 3 ajánlat kérő ment ki. A legolcsóbb ajánlatot Ötvös Anikó adta, erről szól az előterjesztés. Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, hogyan döntött a pénzügyi bizottság? Fogadásra javasolja. Jó, köszönöm, most kérem szavazni. Köszönöm a képviselőtestület, 7 igennel elfogadta. Következő pont, javaslat Kelet-Nógrád hulladékgazdálkodási társulás ülésére delegált tagok kijelöléséről. Előterjesztő én vagyok, magamat javaslom, ez így szokott lenni, hogy ezen az ülésen a Kelet-Nógrádi társulás polgármesteré szoktak részt venni. Az esetek több egy részében. Én is általában nem én szoktam részt venni, hanem mindig felhatalmazom, vagy az alpolgármesterek közül valamelyiket, nem olyan is előfordult, amikor senki sem tudott elmenni, Csaba a vállalata és felhatalmazással ő képviselt minket az ülésen. Most is magamra teszek javaslatot, mert ez mindenhol így működik, és most jövő héten lesz az első ülésre egyébként el fogok menni mindenképpen, és ezt is szeretném itt a kamerák előtt elmondani, hogy így jövő hét szerdán lett volna
Ugye minden hónap első szerda délelőttjén van a fogadóórám, így viszont nem tudok fogadóórát tartani a jövő héten, ami hanyadika is jövő héten ötödike, hanem helyette 12-én másik héten, vagy 6-a, akkor másik héten 13-án fogok fogadóórát tartani. Ugyanaznap lesz ugyan alpolgármester úrnak is, dr. Kanyó Rolandnak, de külön irodában meg tudjuk egyszerre is tartani a fogadóórákat. Jó, ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, amennyiben nincs, hogyan döntött a pénzügy? Elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Most kérem szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület hétigen elfogadta. Utolsó előtti napirendi pont, ugyanez csak nem hulladékgazdalkodási, hanem hulladék rekultivációs társulás üléseire. Egymás után van egyébként a kettő, ott a Salgó vagyon épületében szokott lenni, Salgótarjánban. Ugyanúgy magamra tettem javaslatot, kérdés, vélemény, amennyiben nincs, hogyan döntött a pénzügy? Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Jó, köszönöm szépen, most kérem szavazni. Köszönöm, a képviselőtestület hétigennel elfogadta is. Utolsó napirendi pont a közérdekű bejelentések. Most jöhetnek azok a kérdések, amelyek nem csatlakoztak a egyik napirendi ponthoz sem, illetve annyit, hogy máskor nehogy gond legyen belőle, ilyen pont csak a rendes ülésen van. Amikor rendkívüli testületű ülés van, akkor nincsenek közérdekű bejelentések, akkor nem lehet olyat tenni. Jó. Köszönöm, és ugyanúgy gombot kell nyomni, hogy aki szót kér, az nyomja meg a gombot, és én azt látom a monitoron, és minden más egyéb kérdést fel lehet. Elsőnek Csaba nyomta meg, tessék. Ismerősről Vörösparton végén szólt, hogy a vízelvezető árok 3 évvel ott a fáma be van nőve meg minden, hogy azon a részen nem volt, hogy itt a 3 éven, nem tudom, hogy még az, hogy szerintem nézzék meg a városi kártyában. A fordítővel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy visszaadták, hogy mi a helyzet abból kapcsolatban. Ugyanúgy van ez a jam büfé is, ami régen a jam büfé volt. A templom mellett sportpályának a beruházásával a futókör és a lelátó, hogy körülbelül mikor kell ezt befejezni. Mondták, hogy akkor nagyon meleg van, akkor azért nem dolgoztak a futókörön, most már ezt lassan szerintem, hogy kidek fog lenni. És meg egyszerűen kérdez a polgármester hivatalból, hogy akármilyen pályázatot lesznek, hogy a pásztori vállalkozókat, akik megfelelők, hogy azokat értesítjük ki közben. Jó, kezdem a legelsővel. Vörösmarty úti árok, nem tudom, ez számomra most úgy rejtélyes, hogy de majd a műszaki osztály megnézi, mert most így, ugye én erre nem tudok mit mondani, mert a Vörösmarty úttal minden évben azzal az úttal foglalkozunk a legtöbbet, és rengeteg pénzt költöttünk már egyébként el arra, hogy ki legyenek ott tisztítva az árkok, illetve hogy próbáljuk megelőzni a baj. De köszönöm, Csaba, meg fogja nézni. Ez a része, nem a felső része, ahol a hátra hanem a legvégén. Megnézzük. A sportbüfét visszaadták. Annak idején úgy döntöttünk, hogy megvárjuk, amíg kész lesz az összes felújítás, és majd az új testület ír ki pályázatot, és megnézzük, hogy lesz-e. Most a jam büfével kapcsolatban, ugye ott folyamatosan, ott ugye megy a hirdetés, és jelen pillanatban még nem érkezett rá Érdeklődő van. Érdeklődő van, nem tudom, hogy mennyire titok, hogy mondhatom, hogy ki érdeklődik, nem titoknak számít, igen. Üzleti titok, aki, mert még ugye nem adott be pályázatot. De ugye annak megy, egy érdeklődő van, akiről én is tudom, de még nem hozta meg a végleges döntést. A sportpálya befejezése ezt Anita tudja elmondani, de mielőtt ezt elmondanám, egy dolgot az utolsóra reagálnék, pásztori vállalkozó. Az igazi probléma a következő. Mióta a szigorítás megtörtént 2021 óta, úgy hiszem, 2021 januárja, ha jól emlékszem, vagy február, ez most teljesen mindegy, 50 millió fölötti összegű pályázatnál nincs meghívás. Csak
nyílt közbeszerzés, ami azt jelenti, hogy nemcsak hogy Magyarország területéről, hanem az egész Európai Unió területéről bárki adhat be pályázatot, mert megjelenik, hogy a közbeszerzési értesítő, vagy minek hívják, ezt nem is tudom, megjelenik, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak az országban, és bárki adhat fel pályázatot. És azon nincs olyan pont, hogy helyi vállalkozónak kedvezményt adsz, semmi pluszpontot nem kaphat érte azért, hogy valaki helyi vállalkozó. Lassan nincs olyan dolog, ami 50 millió építkezésnél, ami 50 millió alatt lenne. Régebben ez a határ 300 millió forint volt, ha jól emlékszem, 299 millió. Most 50 millió fölött minden nyílt közbeszerzés. Ami van, akkor lehetne, hogyha magyar forrás, hazai forrás. Mert hazai forrás esetén viszont, akkor nincs ez az előírás, akkor továbbra is megmaradt, nem tudom, a pontos határokat, de minket ez a veszély az utóbbi időben nem fenyegetett, mert hazai forrást nem nagyon kaptunk. Mert hazai forrásból a magyar falu programban a magyar falvak részesültek, és mi ugye, mivel nem vagyunk falu, mi ezen a pályázaton nem indulhatunk. És a másik, hogy nagyon sok helyen az is problémát jelent, hogy az 50 milliónál hiába kerül egy út, mondjuk egy összeget 40 millióba, akkor sem tudsz ott helyi vállalkozót meghívni, most már jó ideje, mert összevonási kötelezettség van, hogy össze kell vonni, ha egy adott évben csinálsz 4 utat, akkor annak a 4 útnak az összege az biztos, hogy 50 millió fölött van, és kötelező nyílt közbeszerzést kiírni, mert különben törvény sérteni. Na most ennyit erről a dologról, és utána most megadnám Anitának a szót, hogy a sportpálya befejezésével kapcsolatosan. Rendszeres kooperációk vannak, tehát múlt héten volt egy kooperáció, körülbelül egy hónap múlva teljesen be kell, hogy fejeződjön a beruházás. Annyit tudok a futókörről elmondani, hogy itt vannak már Pászton a telephelyen a futókör elemek, tehát nyilván le fogják tenni, de eddig minden megfelelő ütemben halad. Tehát, hogy a végéhez közeledben nyilván van még több kooperáció. Ami még hiányzik, az a biztonsági világítás, illetve a napelem működtetésével való kapcsolatos ügyintézés elhúzódása miatt ott van egy kis késedelem, de bízunk benne, hogy úgy készül el, hogy mindenki megelégedettségére szolgál. Az tény, hogy a futókör eleme az egy látványos elem, és akkor mindenki azt kérdezi, hogy ez mikor lesz lerakva, tehát reményénk szerint hamarosan. Köszönöm. Jó, köszönöm. Még erre szeretnék reagálni, és csak a végén tudom, mert ugye nekem figyelembe kell venni a sorrendet. Még egy dolgot szeretnék reagálni, ez általában a lakosság félreérti, vagy mi mindig azt hiszik, hogy a régi világ van, az 1990 előtti. Akkor annak idején épültek a játszóterek, itt főleg a Stromfeld udvarban többen felhívtak, és bemószerolták a munkásokat, hogy nem dolgoznak. Hogy fekszenek a üzé alatt, az árnyékba, vagy nem is jött egy munkás sem, és az önkormányzat fizeti az órabért. És mindig tisztáznom kellett, de volt, aki nem értette meg, hogy kedves XY néni, már nem az a világ van, hogy az önkormányzat felvesz valakit, és órabérben dolgozik, ezt megnyerte egy vállalkozó, és hogy a vállalkozónak hogy dolgoznak a munkásai, az nem a mi ügyünk. Már olyan szempontból, hogy megérdemli a pénzt, vagy sem. Az sem a mi ügyünk, hogy egy vállalkozó hogy ütemezi be azt, hogy az emberei hol dolgoznak, mert van olyan vállalkozó, akinek egyszerű 5-6 projekt fut az ország különböző részein, és csoportosítja egyik nap ide-oda az embereket. Ez nem a mi ügyünk. Nekünk egy ügyünk van, hogy az, ami van határidő a szerződésben, az betartsa, és a határidőket meg nem mi szabjuk be, hanem az ugye a pályázati, főleg az uniós pályázatoknál nagyon szigorú előírás van arra, hogy mennyi határidőt kell adni egy beruházásra. Az is előfordult, hogy valaki nyer egy pályázatot, van most ilyen pályázatunk, például a Zebrák, tavaszig bele se fog kezdeni, pedig elvileg most is elkezdhetné, de megvan a határidő, hogy mikorra kell neki befejezni, jövő nyára, tavaszig egy centit nem fog adébb rakni, mert úgy ütemezi be, mert máshol van neki most munkája, ami határidős. Igen, a futóelem az egy nagyon látványos dolog lesz, és bízunk benne, hogy nagyon sokan igénybe fogják venni, mert tényleg nagyon sok embernek volt erre igénye is kérte. Jó, köszönöm, tessék Attila. Mondjad, írom, és akkor
Pásztorba vezető tartani, ott van lassan már ez összedődne valók. Azt valahogy a tulajdonos nem lehetne, esetleg értesíteni, vagy fölhívni arra, hogy azt vagy büntesse el, vagy csinálja, mert a másik jön, átkíteni, az azt látja, hogy ott van egy tonos épület, és akkor így jön be pásztor. Ez alatt. Jó, majd írom között. Másik után itt is terültség volt, ugye ez a Kuze Hungarika. Tehát én úgy gondoltam, hogy azért lehetne iskolában, mert ha esetleg valaki már gimnáziumból tovább tanul, vagy esetleg már sikeres felvételt, akkor lássuk, hogy van lehetőség erre, hogy esetleg ezt igénybe legyen. Tehát most itt tényleg nem a középiskolásokra vonatkozik, de ha valaki tovább tanul, illetve megnyeri a tovább tanulást, akkor tudom, hogy valaki mindig itt van egy ilyen lehetőség. Szóval tegnap sikerült a kérdével beszélnünk, és csak itt a nagy nyilvános az Ibolya utcaiak megnyugtatására. Egy hónapot kérnek még türelmi időt, és a vízvezeték a földbe kerül. Tudjuk. Tudjuk. Körülbelül minden majd válaszolok utána. Egy kérdés, hogy ez most véletlen, valami technikai hiba volt, hogy kérhetnénk-e papírra akkor a testületi ülés anyagát. Tehát ne nekünk kelljen otthon kinyomtatni, mert ugye régen ezt kinyomtatásra került, nem kapták fel a képviselők. Ha nem, akkor nem, csak az érvénynél most már elég szépen folynak a munkálatok a kutatról. Tehát most már az alapokat lerakták, hogy ott van határidő, és ott akkor mit oda kell aszfaltozni? Hogy biztos, jó. Mert ott mondtam, hogy innen ismerősen még voltam meg ott, aki aztán csak vihetően szóra pedig, és mondták a munkások, hogy a kivitelező más területen aszfaltozik, és nem tudták, hogy körülbelül munkat teszi. Az alap már lent van, tehát jó, köszönöm. A legelső akkor a Palós csáda. Teljesen jogos a felvetésed, Attila, csak van két nagy probléma. Az egyik, hogy rossz helyen kopogtatsz. Mert a Palós csáda nem pásztor területén van, hanem TAR közigazgatási területén. Sokan nem tudják, én is megmondom őszintén, hogy csak azóta tudom, mióta pásztor a polgármester. El kell venni a TARi közbehallgatásra. Viszont, vagy írni kell egy levelet. Egyébként tudja Turupoli kolléga is, hogy természetesen egy TAR területén van. Az igazi nagy gond ott kezdődik, hogy sok lehetősége viszont neki sincs, mert a tulajdonos fel tudja szólítani, de a tulajdonos ezt nem fogja tudni megoldani, mert nem lesz rá pénze. És most mondok, hogy megbünteti pár tízezer forintra, ezzel nem fogja megoldani. Ami viszont nekünk okoz konkrétan problémát, az a Cserhát csárda, amely szintén gyalázatos állapotban van, de azzal is az a nagyon nagy probléma, hogy magántulajdonban van. Magántulajdonban van, egy becslések szerint a bontása 2 évvel ezelőtt 200 millió forintba került volna, csak a bontása, vasbeton szerkezet robbantani kellene. Úgy sincs hozzá, mert a tulajdonos, amikor négysávosították az utat, nem kérte. Ami van út, az csak szervízút, azt nem is használták az emberek. Ettől függetlenül volt rá szándék, hogy valahogy megvásárlásra kerüljön. Ki is ment egy helyi, nevet nem mondok, egy helyi vállalkozó, és felkínált 100 millió forintot a tulajdonosnak, hogy adja oda, és majd valahogy majd az állam megoldja, hogy ott elbontja meg egyéb. És a tulajdonos röhögött egyet, majd rá egy hétre kitette, hogy 675 millió vétel jár. Most innentől kezdve nem tudom, hogy mi lesz annak az épület, mert az masszív, ami van, az masszív. Igen, de az enyészet sem viszi el. Itt kezdődik a baj. A Palós csárdát egyébként el fogja vinni, de akkor is egy teljesen szégyenfolt, most már beszakadt a teteje. De ezzel főleg nem tudunk kezdeni, de ha már itt vagyunk, elmondani, hogy van más ilyen több gondunk is a város területén, Szentlélek utcában voltak azok a házak, ott van egy másik. Az a baj, hogy az nem a mi hatáskörünk. Pásztón, már nem, hogy Pásztón, 2017. március 1-től a városoknál nincs építési hatóság, állami feladat.
járási építési hatóságban lent a volt munkáshőség épületében. Ilyen esetekben ők intézkednek, a NAV-val együttesen, általában 2 év az átfutási idő, amíg megszületik a bontási engedély. Semmi közünk az égvilágon hozzánk, hogy maximum mi, hogyha hozzánk ez is érkezik, hogy ilyen ingatlan van, továbbítjuk, de nem a mi hatáskörünk. Második, maga az ötlet, amit mondtál a Bursa Hungarikát, az általános iskolába tényleg hülyeség lenne kirakni, mert az még nagyon messze van, de azt az ötletet, amit most mondtál, azt teljes mértékben támogatom, tényleg jó ötlet a gimnáziumba kihelyezni, mert ha 4. osztályosok látják, akik mennek tovább, bocsánat, most már nem 4., hanem 12. Igen, 12. vagy 13. osztály, nem tudom, hogy hívják most, ő nekik tényleg jó, hogyha látják, hogy ezt az ötletet javaslom, és Csilla, majd oda küldjünk már ki a gimnáziumba mindenképpen. Köszönöm. Az Ibolya utcát, hidd, hogy hó, nekem is nem túlzok Attila, de körülbelül 2 hetente jelentkezik valaki Ibolya utcai lakó privátban, és mindig mindenkit megnyugtattam, mert Figura Tibor úrral az ERV-nek a főmérnöke ilyen beosztásban van, vagy milyen, mindegy, de valamikor főmérnök volt, nekem még mindig főmérnök úr, ugye mindig hívtam, amikor jött, és mindig azt a tájékoztatást kaptam az ERV-től, hogy meg fogják csinálni, a vízjogi engedélyre vártak, és annyit arra tettek nekem is ígéretet, és ezt minden, aki privátban érdeklődött nálam, mindenkinek megírtam, hogy novemberre várható vagy nem fognak megfagyni télen, vagy lesz víz. Legalábbis az ERV nekem folyamatosan erre tette az ígéretet. Igen. És még igen, és meg lesz, igen, hogy sokáig tartott a vízjogi engedély beszerzése. De ilyen szempontból köszönöm, hogy felosztod, mert a nyilvánosság előtt is, mert én egyenként minden hozzám fordulót megnyugtattam, ezzel kapcsolatban mindig akkor telefonáltam is, hogy hol tartanak, mert már az idegesített engem is, hogy jön a rossz idő, és még mindig a nyíltan megy ott a vezeték, és jó, köszönöm. Következő, papír alapon lehet kérni, egyébként benne van az SMS-ünkben is. Mi ezt annak idején a polgármesteri hivatal, vagy az önkormányzat, nem is tudom, mert most ezt én spórolás céljából vezettük be, az akkori testületnek ezt elmondtuk, és a testület zöme akkor tudomásul vette, és mondták, hogy akkor nem kérik papír alapon, de én akkor azt kérem, hogy aki kéri, mert benne van az SMS-be, az jelezze a szervezési osztályon Anna Mariéknak, hogy ő úgy kéri, és ezt akkor írásban vagy szóban, azt nem tudom, hogy hogy kell jelezni. Érgépnél a határidőt átadom Anitának a szót az úttal kapcsolatban, mert nem tudom. Tekelésbe jön és bemutatom a részleteket, ott is zajlanak kooperációk. Ugye, amikor megy egy projekt, a kooperációkon részt veszünk, de van műszaki ellenőr, aki levezényli, a feljegyzést elküldi, hogy halad a kivitelezés, hogy minden egyeztek. Nyilván itt az elején volt ott egyeztetni való, ugye egyedül ez a pont a 3 útból ez volt az, amelyiknél több egyeztetni való dolog volt. Ezek úgy tudom megtörténtek, tehát a műszaki ellenőr tájékoztatott rólam. Jövő héten szintén lesz egy kooperáció, és akkor ami feljegyzést kapunk, azt tudom megmutatni. Minden egyes kooperáción azért nem veszek részt, bár így igyekszünk a munkatársaimmal beosztani egymás között, de hogyha bármelyik projektről van kérdés, vagy részletekbe való tényleg információ szükséges, akkor szívesen látok bárkit és megmutatom, de tényleg nincs a fejemben az összes projekt határideje, meg költségvetése, meg ütemezése. Jó, köszönöm. És a lényeg az, hogy Anitának kell érdeklődni. Jó, köszönöm. Hál' Istennek, vagy nem hál' Istennek, azt kell mondani, hogy rengeteg a projekt, amire mondtam, hogy majdnem, hogy nem hál' Istennek, hogy viszont erre kevés ember van, aki dolgozik, és Anitáig darabokra szakadnak azzal a pár emberrel, ami a rengeteg projektnél. Következő, Lóri, tessék. Közlekedésre kapcsolatos lenne, az reggelente délutánként nagyon sok gyereket fognak ugye fejlesztésre különböző órákra, és külön szóltak, akkor különösen ugye szállódottak az emberek. Lehetne, hogy esetleg valami zebrát, a forgalmasító eszközt kialakítani. Tudom, hogy nem önkormányzati út, de valami kapcsolatot közül kialakítani. Jó. Második kérdésem, hasznos igazgató pálya.
gond is lenne. Egy az, hogy sajnos ott a terület elég gazos mindig. Ritkán van levágva, ha bárki rendezvény van, előtte van csak kezel az a terület. A kis pályát szeretnék azt, hogy már használni labdarúgásra, nem most télen, hanem azt már többször is mondták, azon sajnos még labdába senki nem tudott rúgni, mert neki az állapota, hogy ott a projektban szerintem nem megfelelő kivitelezés történt, és nem tudom, hogy ezzel lehetne még valamit csinálni. A harmadik dolog, hogy esetleg nem lehetne, nem az idei költségvetés, hanem a pályázat útján esetleg a jövő évi költségvetésből megtámogatva valami átteret oda kialakítani. Elég sok fiatal költözött már be hasznosabb, hogy szeretnénk egy kicsit átteretni. Ugye mutatkozik ez egy pásztor is, hogy ezeket a játékokat, ha a körülmények is bejönnek már játszani a gyerekekkel, szerintem ott is az egy zárt területen egy jó ki lehetne használni. A harmadik téma pedig a Mátra keresztesi Erdély iskolán, mert több keresztesi rámpolgár megkereszte tőlem, hogy mi az önkormányzatnak a terve az Erdély iskolával, van-e eladási szendély, felújítási szendély. Jó, köszönöm, akkor kezdem a legelsőnél. Igazad van teljesen. Az az út nem a miénk. Probléma az, hogy először mondom ezt a közútnak, nincs betervezve, és jövő évben biztosan nem lesz betervezve, mert láttam a jövő évi tervüket. A másik, hogy utána se fognak betervezni olyat, amely egy főútvonalon fekvő rendőr, gondolom, ilyesmiért gondoltál, soha nem fogják támogatni. Azért nem fogják támogatni, főleg egy iskola előtt, egy főútvonalon. Most fordul elő másodszor, hogy tegnap is volt elődömre hivatkoztam, és volt elődömmel akármennyire is kalandos volt a viszonyunk, volt, amiben volt igaza. És az egyik, amiben igazat adtam neki mindig, ő közlekedési műsort vezetett, és tényleg értett a közlekedéshez, amelyben mindig elmagyarázta nekem, hogy miért veszélyes a fekvőrendőr, hogy inkább balesetveszélyes, mint baleset megelőző. Személyesen tapasztalatom is volt ezzel kapcsolatban egyszer, egy busszal Balassagyarmaton ott, ami lelett macskakövező út, vissza lett állítva a történelmi városrész, és ott tettek fel egy fekvőrendőrt. És majdnem borultunk egy busszal, mert a buszsofőr nem volt ismerős Balassagyarmaton, elbambult, beszélgetett, nem vette észre a figyelmeztető táblát, hogy fekvőrendőr, és 45 km-es sebességgel ráment a fekvőrendőrre, és majdnem borultunk az egész busszal. De ez egy mellékzöng, hogy velem mi történt majdnem. Egy ilyen útvonalon nem fognak, ahol ilyen nagy áteresztő forgalom van, fekvőrendőt elhelyezni, az biztos. Maga az a rész, hogy ez a probléma megoldódjon, ez nem, az önkormányzat nem tud mit kezdeni vele, nem csak azért, mert nem a mi útunk lenne akkor sem. Mi nem vagyunk ilyen szempontból hatóság. Mi nem mérhetünk kilométer, nem mérhet, az a rendőrségnek a feladata. Az, hogy mérőautóval minél többen ellenőrizze a járművek. Nem a parkolóhelyek. A parkolóhelyek hiányában sajnos ott annyira szűk a terület, hogy ott parkolóhelyeket ott az udvaron tudtál, vagy a mellékutcában kialakítani. Egyébként ebben az önkormányzat úgy, hogy nem a mi feladatunk lett volna, de besegítettünk az egybinek egy pár éve, ott a hátsó udvarban egyengedtünk el területet és zúzalékot hozattunk rá. De ott az út mellett egyszerűen ott van az árok, ott egyszerűen nem tudsz parkolót kialakítani. A másik dolog, visszatérve erre, igen, a rendőrség, ezt mindig elmondjuk minden évben, amikor van a rendőrségi meghallgatás, itt a most volt szeptemberben, illetve minden évben van, illetve a rendőrség is tart tavasszal egy fórumot, ahol meghívják a polgármestereket, és mindig elmondjuk, és én is elmondom, hogy tűretetlen az az állapot, hogy Márta keresztesen száguldoznak az egyenes lejtőszakaszon, hasznosan ugyanez a probléma, sőt hasznosan ugye meg keresztesen plusz probléma, hogy még járda sincs a település jelentős részén, helyszínke miatt, illetve Pásztón is ugye a legnagyobb probléma itt van ennél a résznél, hogy csábítja az embereket az egyenes út arra, hogy száguldozzanak. És ez a nagy probléma, hogy ezt mi nem tudjuk megoldani, ezt csak a rendőrség tudja megoldani. De mondok ettől egy cifrábat is, hogy minden utcában az az embereknek a kívánsága, a rossz az út, hogy csináljuk meg az utat. Eddig megcsináltunk 23 utat. A 23 út örültek a lakók, majd körülbelül a felénél az elmúlt években megjelent az az igény, most azzal bombáznak már aláírásokkal, hogy csináljunk fekvőrendőt. Mert mióta jó az út, azóta gyorsan mennek az autók. És a gyerekek meg játszanak itt. Szóval nagyon nehéz az a dolog, hogy
Az önkormányzat sajnos az, hogy vannak felelőtlen állampolgárok, akik én magam is látom, most nevek nélkül, sőt még ismerem is, hogy 50 helyett 90-nel megy, azt sajnos, nem hogy sajnos, vagy nem sajnos, de azt az önkormányzat nem tudja megoldani. Ebben csak a rendőrség tud valamit lépni, vagy a jogalkotó, hogy még nagyobb büntetéseket helyez kilátásba. De mondok akkor erre még egy cifrábbat. Most, hál' Istennek, Pásztón is az elmúlt időszakban, de a tévésben mondta, országosan nagyon nézik a biztonsági övet és a mobiltelefon használatot. És Pásztón is ma is volt ellenőrzés, három helyen is egyszerre. Erre mit hallok vissza tegnap előtt? Hogy egyik helyen úgy szittak, mint a bokrot, hogy milyen polgármester ez az Attila, mert az lenne a feladata, hogy zavarja el innen a rendőröket, hogy ne szegény pásztói lakosokat büntetik ész nélkül, ezt nekem meg kellene oldanom, ha nem oldom meg, akkor nem mondom, hogy mit mondtak. Na most szóval így nagyon nehéz, hogy rendet is fenntartani, örülünk, hogy jönnek rendőrök, de ha meg jönnek, akkor meg az van, hogy nem hagyjuk békén a békés pásztói polgárokat. Szóval ez így nehéz. Egyébként totálisan igazad van, csak a megoldás kulcsa nem a mi közünkben van. Az kellene, hogy egyre többször trafipax, és hogy az embereknek elmenjen a kedve, mert mást ott nem tudsz csinálni. Következő hasznosi labdarúgó pálya, teljesen igazad van, hogy sokszor nem volt lenyírva. Ezzel az a nagyon nagy probléma, és egyre nagyobb problémák lesznek az elkövetkezendő időben, hogy az időjárás is megváltozott, és egyre több a fű. Most ez a fű, ez úgy működik, hogy alapvető dolgot mondok, hogy ha esik az eső és meleg van, akkor nagyon nő a fű. Nő, mint a gomba. És összesen van a városnak, érdés mond, három ember, aki nyírja Pásztó hasznos Málta keresztes területét. És amikor ilyen esős időszak van, amikor befejezik a centrumot, már mehetnek vissza az elejére, mert újra megnőtt a fű, és folyamatosan bombáznak. Most, hogy miért lesz egy ilyen nagyobb probléma? Azért egy ilyen nagyobb probléma, mert hál' Istennek egyre kevesebb a közmunkás. Amikor én Pásztóra kerültem 2014-ben még alpolgármesterként, 300 közmunkás volt. Most van 80. 80 közmunkás, egyre kevesebb az az ember, akit például ilyen célra is azért az felelősség teljes munka füvet nyelni, drága az eszköz, amivel dolgoznak, sok pénzbe is kerül egyébként, de ez egy mellékes történet ebben a dologban. Ahhoz meg, hogy fogadjunk vállalkozót, hogy felvegyünk embereket, ahhoz, hogy füvet nyírjanak egészen, manapság ahhoz, hogy valaki eljöjjön füvet nyírni, minimum elkérne, ez a nagyon minimum, bruttó 500 ezer forintot bejelentve. Ez kerülne az önkormányzatnak havi 650 ezer forintba. Egész évre kellene alkalmazni, már 8 millió forint egy ember. Mert olyan, azért nem nagyon van, hogy valaki tavasztól őszig akar csak dolgozni egy évben. Szóval nem olyan egyszerű ez a történet, és azért van sok település gondva, vannak olyan települések, mint például Szurdok-Püspöki, ahol nincs is közmunkás, tulajdonképpen kettő közmunkás az egész faluban, és nincs, aki füvet nyírjon. Ezért az önkormányzatnak milyen a zsebébe kell nyúlni, és vállalkozóval kell lenyíratni. Na most ahhoz, hogy egész Pásztó területét, hasznos területét ez a három ember meg tudja csinálni, ez valami isteni csoda kellene. Ha a napi 24 órába vágnák a füvet, akkor sem jutnának a végére. Elismerem, vannak kiemelt pontok, és vannak kevésbé kiemelt pontok, és sajnos a hasznosi pálya is azok közé tartozott, mivel nincs annyira szem előtt, ha mindig egy kicsit hátrébb került a sorba azok a területek. A kispályával kapcsolatban, hogy történt-e kivitelezési hiba, akkor, amikor ez a kivitelezés át lett véve, akkor a pályával nem volt baj. Egyébként az minden egyes kivitelezésnél nem Dénes Anita, vagy nem a polgármester, vagy az alpolgármester veszi át. Én megmondom őszintén, történelem földrajz kép, vagy történelem szakos tanárként, én nem értek hozzá, hogy egy kivitelezés rendben van-e úgy, de a települések 99%-án sem tudja a polgármester, mert nem olyan végzettsége van, nem mértek ember általában egy polgármester. Szerintem közülünk itt bárki lenne a polgármester, senki se értene hozzá. Úgyhogy átvegyen egy műszaki beruházást. Maximum a édesapám 82 évesen valószínűleg értene, mert lehúzott az építőiparba 65 évet. De mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Azt műszaki ellenőr veszi át.
és a műszaki ellenőr igazolta, hogy már pedig az műszaki állapota rendben van, nekünk azt el kell fogadni. És akkor így ránézésre tényleg úgy is nézett ki. Én természetesen támogatom azt, és a másik, hogy nem, sajnos játszóteret oda nem fogunk építeni. Ha építünk játszóteret legközelebb, az a Cserhát lakótelepen lesz egy nagyon nagy játszótér, mert a hasznosi pályán azzal a részen más terv van, és pályázati megvalósítás lesz, a illúzió kösvénye, vagy mi az, jelen pillanatban is pályázati kijelölt célterület, és ott jövő évben beruházás fog nagy valószínűséggel indulni, mégpedig, hát most ebben nem kezdik bele, mert nagyon sok idő elmenne, de az lényeg az, hogy Zsigmond király életéhez kapcsolódó szabadtéri, meg nem szabadtéri turisztikai elem fogott megvalósulni azon a területe. Illetve marad, mint rendezvényközpont, mert most már legalább nem kell színpadot állandóan felállítanunk, se itt, se keresztesen. A Málta keresztesi erdélyi iskolával kapcsolatban azt pedig annyit szeretnék elmondani, hogy bármilyen rémhírek történtek a választási kampány során, senki nem adta el a Málta keresztesi erdélyi iskolát. Nem is volt ilyen terve véve, hogy eladjuk a erdélyi iskolát. Csak egyszer valahol szóba került, hogy sajnos az erdélyi iskolával nagyon nagy problémák vannak. Hasonló problémák vannak, mint a Palos csárdával, hogy folyamatosan romlik az állaga. Mit csináljunk vele? Annyit azért így is ráköltöttünk az elmúlt években, hogy költöttünk rá pénzt, hogy ne dőljön össze, mert ha nem szedtük volna le a üveggyapotot a tetejéről, ami volt a mennyezet tetején, akkor beszakadt volna, mert a tető totálisan beázik, bement a víz, az üveggyapot magába szívta, és beszakadt volna az egész mennyezet, hogy összeraskott volna az egész tetőrendszer. Ezt megakadályoztuk, mert az önkormányzat ráköltötte. Viszont arra, hogy ott minimum az állag megóvás úgy megtörténjen, hogy ne romoljon tovább az állapot, minimum 100 millió. De annak a teljes rendbehozatala olyan 7-800 millió forintot kóstálna. Most erre az önkormányzatnak anyagi lehetősége nincs. Pályázni meg nem tudunk, és nem is fogunk soha tudni pályázni, mert itt kezdődik a nagy dolog, egy kicsit vissza kell menni a történetbe. Ez az épület 2012-ig úgy szerepelt, mint Málta keresztesi erdélyi iskola. Úgy is volt a funkcióját, úgy töltötte be, és akkor az akkori testület 12. novemberében vagy decemberében úgy döntött, hogy ezt az iskolát átminősíti ifjúsági táborra. Nem szabad egyébként hibáztatni az akkori polgármestert és képviselőtestületet, mert mindezt azért lépték meg, mert ha nem lépték volna meg ezt az átminősítést, január 1-ével az épületet átkerült volna az iskolával együtt a klikhez, majd a tankerülethez. Ezért, hogy megmaradjon a városnak, átminősítették ifjúsági szálláshelynek. Csak van egy nagy probléma, hogy 2013-tól önkormányzatok nem kapnak pályázatot, nem pályázhatnak szálláshelyre. Ezzel az állam úgy gondolja, hogy a kis vállalkozókat, a vendéglátást, a turisztikát, az idegenforgalmat magánszemélyeknél támogatta különböző ginopos pályázatokkal. Az önkormányzatok nem tudnak rá pályázni. Akkor tudnánk pályázni, de akkor sem mi, hogyha iskola maradt volna, akkor már rég lehetett volna rá pályázni. Most itt vagyunk abban a helyzetben, hogy van egy épület, ami előtt majd én mindig azt mondtam az előző testületnek is, hogy amikor egy éve szóba került, hogy borzalmasan rossz állapotban van, hogy még rosszabb az állapot, hogy majd az új testület bölcsessége eldönti, hogy mit csinálunk vele. Mert a következő lehetőségeink vannak. Ha nem lesz pályázat, még egy reménysugár van, de erre 1% esély van, hogyha ezt engedélyezni az irányító hatóság, hogy az Eger erdővel közösen, de erre minimális esély van. Ha ez nem jön össze, akkor két lehetőség marad az önkormányzat előtt. Három. Vagy bérbe adja egy vállalkozónak, na de hát ki az a bér, aki rákölt több száz milliót, és ki tudja, hogy meddig tudja bérelni, mert jön egy új testület, és azt mondja neki, hogy szavasz, tavasz, visszavesszük. Vagy hagyja, hogy összedőljön. Ez a másik verzió. A harmadik verzió az, hogy értékesíti. Ezt majd nektek kell eldönteni. Nem nekem, én egyedül egy szavazat vagyok. Én a 9 emberből egy szavazat vagyok. Majd a többségnek kell eldönteni, hogy ezek közül a verzió. Mind a kettő felelősség lesz, most elmondom, óriási felelősség, mert ha nem lesz pályázati lehetőség, ha összedől, akkor is szidni fognak, nem csak engem, titeket is. Ha meg eladjuk, akkor is. Ezek a lehetőségek a Málta keresztesi
csak ezt, hogy mondjam, erről mindenképpen ezt tavasszal erről komolyan kell majd beszélni mindannyiunknak, és meg kell hozni majd egy döntést. Ami nem lesz egy egyszerű döntés, hogy a szívedre hallgass, vagy az eszedre, erről fog szólni a történet. És ez tavasszal kiderül, hogy van-e pályázati lehetőség. Ha nem lesz, de erre minimális esély van, akkor nagyon nagy baj van. És el kell ugyanúgy gondolkodnunk a hasznos iskolának a kérdésén is majd egyébként. Hogy mit csinálni, hagyjuk-e, hogy tovább romoljon az állapota, vagy nem. Nagyon nagy baj lenne, ha attól is meg kellene egyébként válni, mert jelen pillanatban a hasznos iskola az önkormányzatnak raktárhelyiség. Minden olyan cucc oda van hordva, ami máshová nem tudunk pakolni. És azt is hozzá kell tenni, hogy ezen kívül nem nagyon van ingatlanunk, mert 2014-18 között a nagyobb ingatlanokat vagy elvette az állam, vagy át kellett adni használatra, vagy pedig eladásra került 14 és 18 között. Gondolok a fogorvosi rendelőre, a gyermekorvosi rendelőre a Fő utcán, és a nagy rendelő intézetre itt a művelődési házzal szemben. És onnantól kezdve, hogyha azt eladnánk, hová pakoljuk azt a sok cuccot, ami benne. Hogy ezek nagyon-nagyon nehéz dolgok, nem tudunk a közmunkásoknak biztosítani egy helyiséget, egy normális helyiséget, mert mindent felújítottunk, ahol volt neki, vagy eladásra került. És nem tudnak télen hová behúzódni. Annyira nincs helyiségünk, hogy nem tudunk a polgárőrségnek biztosítani helyiséget. Az más kérdés, hogy a polgárőrség szinte nem működik Pászton, ezzel még majd lesznek ügyek. A harmadik dolog, az mondjuk nem a mi felelősségünk. A harmadik dolog viszont az, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatnak sem. Hát ők szeretnének, hogy adjunk egy épületet, de nem tudunk egy helyiséget. Tudjuk nekik biztosítani a törvényes működéshez, hogy itt felajánlunk egy irodát, és használhatják a mellettem lévő tárgyalót, hogyha fogadórát akarnak tartani. De ők azt szeretnék, hogy egy külön épületbe, de nem tudunk, mert nincs. Régen volt a gyerekorvosi rendelőben. Tehát az eladása került 2017-ben, mert egy nem tudott vele, igaza volt az elődömnek, mit csinált volna vele, vagy az akkori testületnek felújítani, nem tudta semmire, meg amúgy is kellett a költségvetésnek a pénz. Hogy évvégén nullásra tudja hozni a költségvetést. Hogy minden nagyon bonyolult és minden nagyon összefügg. Itt az a legnagyobb probléma, hogy bármi olyan dolgot fogsz csinálni, az mindig olyan lesz, ami nem fog tetszeni. Szóval ez, amikor én először polgármester lettem 2010-ben, én azt gondoltam, hogy az emberek megértőek, hogy majd racionálisan átgondolják. Nem, az emberek nem megértőek, mindenki a saját szemszögéből nézni, és hát valamikor népszerűtlen intézkedéseket is fel kell vállalni, ez is együtt jár a polgármesterséggel és a képviselőséggel is. Jó, köszönöm. Most valóban végzett, jó. Tehát összehívtam 9 dolgot, abból szinte mindenki érintett egyet-egyet, de akkor az első, ami nem volt érintve. Tehát a bizottságoknak a minimum létszám, hogy a törvényben megvan határozva. Most jelenleg mindegyik bizottságban többen vannak, ez egy kérdés lenne egy jó úrhoz. Jó. És hogyha lehetőség van rá, ezen lehet-e majd a jövőben csökkenteni? Hogyha esetleg túl sokan vagyunk ezekben a bizottságokban, ez az egyik. Második, Fős Marti út, amikor ugye volt ez a nagy esőzés, tehát a Rózsa utca mögött van az a tározó, ami egyébként már hordalékkal nagy részt feltöltődött, illetve óriási fák vannak benne, tehát nem a Vörös Marti út mögé is berúg egy picit. Viszont amit én szeretnék szóhozni, hogy a Vörös Marti út mögött a homokbánya felé. Tudjátok, hogy melyik területről beszélünk? Igen. Ott lehetne esetleg ugyanilyen tározót, vagy gátot kiépíteni, hogy ne ömöljön az a rengeteg víz egyszerre rá, ugye ott a fönti vízelvezető árkokra. Ehhez a rész ez ennyit. Akkor a harmadiknak feljegyeztem magamnak, beszéltünk a bizottsági ülésen, vagy tegnap, vagy korábban a jegyzőúrral, hogy az intézményekben, hogyha a képviselők szeretnének bemenni és az ottani vezetővel beszélni, akkor a polgármesterrel egyeztessünk. Akkor így a jegyzővel? Mert ugye a polgármester azt mondta az előbb, hogy a jegyzőnek a főnöke és a jegyző a többi intézménynek. Akkor elmondom majd újra. Jó, tehát hogyha szeretnénk ilyet.
Akkor a négyes. Ezt most egyelőre kihagyom, azt mondja, hogy pásztói vállalkozók szintén szóba lettek hozva. Esetleg annyit megtehetnénk, hogy ugye tegnap szóba került a bizottságülésen, hogy van, akinek nincs megfelelő referencia munkája ahhoz, hogy egy komolyabb munkát itt elvégezzen. Esetleg megkérdezhetnénk őket, hogy milyen gépeik vannak, illetve milyen munkákat végeztek el az elmúlt években, hát ha a jövőben tudunk nekik munkát ajánlani, vagy megkérni őket, hogy amit elvégezzenek. Mert én hasznosi bekötő és a hasznosa vezető úton, a Szurdokpüspöki úton, illetve a Máriatanyasi úton is tudom, hogy ugye vannak olyan vállalkozók, akik elég nagy gépekkel rendelkeznek, és útépítéssel, rézsütő építésével, sőt az egyik ugye a 21-es építésben is részt vett korábban, tehát mégiscsak vannak ilyen vállalkozók, akkor felvennék a kapcsolatot, hogy a jövőben mit tudnak majd esetleg. Az ingatlan eladás esetén ugye, hogy ha van ilyen, hogy szomszédos az eladandó ingatlannal egy másik önkormányzati ingatlan, amit mondjuk most éppen az egyesület működtet, hogy ővelük felvenni a kapcsolatot, hogy esetleg nekik lenne egy ötletük rá, vagy nem. Most ebben az esetben nem lett volna, mert én ezt Lórit megkérdeztem, de ha ilyen lesz, akkor ezeket előtte próbáljuk meg felmérni. Futókör elem, az hangzott el, hogy futókör elemek lesznek letéve a pásztói sportpályán. Az a kérdésem, hogy ez akkor olyan lesz, mint a Béke utcai pálya? Nem. Jó, akkor... Mindig majd sorom. Így van. Mátra keresztesi hívjuk iskolának, vagyis most már akkor ugye nem. Közösségi szerveződés formájában, hogyha nem lesz pályázat rá tavasszal, akkor abban partner lenne a képviselőtestület, illetve a polgármester, hogy úgy állítsák helyre. Illetve a pásztón van legjobb tudomásom szerint 3 vagy 4 olyan közút, ami szinte már személyautóval járhatatlan, és ezeknek a gyors javítása kavicssal, aszfaltdarálékkal valahogy előre lehető lenne, mert a Szurdokpüspöki úton, hogyha szeretnénk a híd után balra bekanyarodni, ott már beton elemeket tettek az út közepére, hogy oda ne menjen autós, mert leszek a dölök hárítója, és van még néhány ilyen utcánk, ami nagyon gyors segítségre szorulna. Jó, köszönöm. Akkor kezdem a legelsőt jegyzőnek, átadom a bizottság, de majd fűzök hozzá a dolgot. Jó, köszönöm szépen. Hát igazándiból a két kérdést mondtam, hogy nem értem már, hogy ilyen, amikor itt az alakuló ülésen az előterjesztésükben is szerepel, hogy a Magyarországi Önkormányzatról szóló törvény milyen bizottságok létrehozását írja előkötelezően, illetve azt is tartalmazták az előterjesztések, hogy ettől eltérve még az önkormányzat SMS-ében létrehozhat bizottságokat, és ott biztosítva van a törvényességi felügyet a jegyző által, azok törvényesen lettek létrehozva, és a megfelelő minimális létszámot elérve működnek. Nem tudom, hogy ez kielégítő-e, tulajdonképpen az SMS tartalmazza, a képviselőtestület döntött róla, ezek a bizottságok működnek jelenleg. Ha szeretne új bizottságot felállítani a képviselőtestület, akkor az SMS-ben beépítve. A jelenlegi esetben gondoltam, hogy amit tisztelnek, hogy ahol a minimális előtt készülnek mennyéken. Sokkalja a képviselő úr a tagok számát egy bizottságban? Hát amennyiben arról beszélünk, hogy megpróbálunk minél több pénzt megtakarítani, akkor hogyha... Akkor igen, úgyhogy erről van szó. A bizottságok jelenleg működőképesek, és ezt fogadta a képviselőtestet az alapulóuléshez. Igen, akkor annyiban az én szempontból, törvényességi szempontból teljesen helytálló, ugye, nem, egyet kell értenem, amúgy is egyet kellene értenem, mert a jegyző a törvényességőre, de teljesen így van. Ugye annak idején ez egy örökölt állapot, ez nagyon régóta így megy, és egy dolgot azért el tudok mondani, hogy mindig híve voltam a takarékoskodásnak, és bármiféle nyomásért azzal kapcsolatban, hogy Pásztón a képviselő tiszteletdíjak, illetve a bizottsági tagok tiszteletdíja emelkedjen, én ennek mindig ellenálltam. Nem voltam vele sokszor népszerű, ezt is hozzáteszem. Azt is szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy
simán emberek vállalni, nyugodtan körbejárhatsz, hogy a környező településeken, városokban mennyi a képviselők tiszteletdíja, és szerintem meg fogsz lepődni, hogy Pásztón bőven alatta van ennek a dolognak. A másik, és ez tényleg ez természetesen lehetne meg, lehetne olyat csinálni, ez nem kizárt, hogy azt mondjuk, hogy akkor ne legyen egy bizottság, csak akkor annak ki fogja a munkáját elvégezni, akkor az oda kell csapni egy másik bizottsághoz. Lehetne ilyet is, csak ahhoz az kellene, hogy a többsége ezt megszavazza, és akkor felrúgnánk Pásztón körülbelül egy 34 éves hagyományt, mert körülbelül a rendszerváltozás óta így van, és még annyit hozzátenné, hogy amra az időben 90-ben 18 képviselője volt a városnak, mert akkor még a törvény úgy rendelkezett, hogy egy Pásztón nagyságú településen 18 képviselő. Most jelen pillanatban 80, azért ez egy jelentős forrás, de erről maga az állam gondoskodott 2011-ben, amikor módosította az önkormányzati törvényt, hogy lecsökkentette a képviselők számát pont spórolás céljából. Sőt, még az állam arról is gondoskodott, hogy nem a testületek határozzák meg a polgármester fizetését, hanem ilyen sávok voltak, hogy hányszorosát adja alapilletménynek, ez most lényegtelen. És volt olyan város, ahol egy polgármester majdnem duplát keresett, mint egy másik település. Most az állam egységesen megmondja, hogy egy adott létsz. Itt tulajdonképpen, amikor döntöttetek például az én fizetésemről, tulajdonképpen nem volt döntésetek. Ha nem szavaztátok volna, meg elment volna a törvényességi főosztályra a Salgótarjánba, és utasította volna a testületet a törvényességi főosztály, hogy már pedig a polgármesternek ezt a fizetést kell megadnatok, mert a törvény elői ezt írja elő. És úgy működik, hogy egy önkormányzati rendelet, tehát a magyarországi törvények minden esetben felül írnak. Mert amit mi hozhatunk rendeletet, többséggel hozhatunk, de ha az törvénytelen, azt úgyis vissza fogják dobni. Erről ennyit. Másik Vörösmarty utcai dologra visszatérve. Én utoljára 3 éve foglalkoztam ezzel a dologgal, kivéve amikor tavaly volt az árvízi esemény. Olyankor ugye természetesen kaptam kígyót, békát szokás szerint, mert nem voltak kitisztítva az árkak, azért volt az árvíz. Hát, hogy mondjam, mondok erre egy jó példát. Ott volt az ecsegi víztározónak az építése. Az ecsegi víztározót megépítették 2012-ben talán. Körülbelül 10 évig azt hallgatta a polgármester, a szitták, mint a bokrot érte, hogy minek kellett az a víztározó, csak felesleges pénzkidobás volt, mert egy centi liter víz nem volt benne. Majd 2023-ban, ha nem lett volna a víztározó, az egész falu támasta volna víz. Ettől függetlenül a felébe így is ment víz, de azért nem most el legalább teljes egészében, meg nem volt az, hogy ki kellett telepíteni az embereket, egyébként maga a gát fele is eltűnt olyan nagyban is. Annyira megváltozott az időjárás, és akkor a másik, olyankor mindig azt szoktam mondani, nézem a televízióban, amikor elvitte Dél-Németország felét a víz, hogy biztos ott is az árkokat nem takarította ki a szemétláda polgármester, és ezért van a nagy árvíz, és ezért fulladt több ember is bele a különböző vizekbe. Ettől a probléma sokkal mélyebb. Mi csinálhatunk egyébként jó ötlet, csak honnan szerzel erre egy ilyen gátnak a megtervezése, megépítése, ez 100 milliónál kezdődik, honnan szerzel rá pénzt. Pásztó így is az egyik legsikeresebb abban, hogy megyei szinten a legtöbb pénzt hívja le pályázatba. Honnan szerezni erre pénzt, hogy egy ilyen, és a másik, a vízzel van egy nagy probléma. Bármiféle akadály kerül az útjába, az lehet természeti úton kialakuló akadály, emberi tevékenység miatt valaki odaord valamit, azután azt elkerül, és teljesen máshol folyik a víz. És teljesen kikerülheti az egész gátrendszert, amit mi kiépítünk 100 méter szakaszon 100 millióért, lehet, hogy 5 év múlva már nem ott fog folyni a víz. Szóval ez egy irtudatos nagy probléma, védekezni kell valahogy, csak ugye vannak akadályaink, amit nem tudunk megoldani. Ki kellene a patakmedret is teljesen tisztítani. Csak még egy önkormányzat nem tudta megtenni, mert Mártika kért Kozárdon egy árajánlatot, hogy mennyibe kerülne a Szula pataknak a kitakarítása, 420 valamennyi millió forintos árajánlatot kapott, és a Szula patak Kozárdon jóval kisebb, mint Pásztónak a Kövicses patak része. Nem tudjuk megoldani. Közmunkásokat nem lehet bezavarni a vízbe, hogy vágják ki és amúgy sem, hát mennyi közmunkás kellene. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok.
Az, hogy pedig, hogy utólag mindig lehet okoskodni, hogy hol mit kellett volna csinálni, a víz az mindig keresi magának az utat. Pásztó központjában, amikor leesik egy nagy eső, már nem bírja a csatorna rendszer elvinni azt a rengeteg vizet, mert nem úgy van. Régebben 20 évenként volt egy felhőszakadás. Erre országosan nem milliárdok, biliók kellenének ennek a problémának a megoldására. Hát ezt mi elmondhatjuk, hogy kellene, én is elmondanám, hogy nagyon jó lenne, kellene Pásztóra, így tudom én micsoda, egy szupermodern városi kisvasút, mert milyen jó lenne, hogyha a Bügéből ki lehetne menni a Homokra a kisvasúttal, csak nem lesz rá pénz. A következő vállalkozó, elmondta a vállalkozó, igen, akkor annak a tessék is vagy. Illetve nekünk, mint önkormányzati cégnek sem feladatunk az, hogy a vállalkozókat ilyen formában felmérjük, mert ugye meghatározott feladat, hogy vannak projektmenedzsment, városgazdálkodás, stb. Régen működött az NMLVA-nak, a Regionális Vállalkozás Fejlesztési Irodának itt egy ilyen központja, ami vállalkozás fejlesztést, vállalkozásokat támogatott, ez jelenleg nem működik, és továbbra is mondom, hogy nem önkormányzati feladat. Viszont ugye a képviselők megtehetik azt, hogy vegyítik ezeket az információkat a vállalkozóktól, hiszen nem csak a lakosokat, a helyi vállalkozókat is képviselhetik, tehát tudomásunk lehet róla, hogy ki mivel foglalkozik, és amikor olyan jellegű beruházás van, ami nem nyílt közbeszerzési eljárás alá tartozik, hanem bármi jellegű, akkor nyilván a helyiek élveznek prioritást. Nyilván ez nem a mi osztályunkhoz tartozik, mert mi a projektek miatt mindig nyílt eljárásban dolgozunk, de itt a műszaki osztályban, vagy egyéb városgazdálkodási feladatoknál ez jó, hogyha van egy ilyen adatbázisunk, de ezt a képviselők is megtehetik, hogy behoznak egy tájékoztatóanyagot, hogy összegyűjtik a vállalkozókból. Tehát az önkormányzatnál nincs arra sem kapacitás, sem feladat, hogy referenciákat gyűjtsünk be helyi vállalkozóktól. Tehát ezt azt gondolom, hogy akár képviselők vagy meg tudják tenni, vagy maguk a vállalkozók is eljutatják hozzá. Erről ezt el tudom mondani. És nekem van még egy kérdés, ugye megint a futókör kérdése. Közben időközben én megnéztem az utolsó kooperációt, nem olyan lesz, mint a Béke utcai, ez egy, egyébként azt nem ismerem annyira mélyen, de ez egy speciális donátumból áll, a kiírásnak megfelelő összetételben, és a jövő héten is utána fogják kétszer-három napba letenni, illetve a székek kihelyezése is folyamatban van. Erről ennyit szeretném mondani. Jó, köszönöm. Jó, annyit szeretnék Józsi megkérdezni, mert elveszítettem a fonalat, hogy bekötő utakkal kapcsolatban mi volt a kérdésed? Mert volt egy ilyen, hogy bekötő utak, annyit írtam föl. Az a utaknál lesz, az utaknál. Ide felírtam. Jó, lehet, akkor bocsánat, jó. Akkor megyek tovább ingatlan. Egyesület, miért nem kérdeztük meg az egyesületet a Nem ezt, tehát a jövőben. Tehát én ezt olvastam, én egyébként meg is kérdeztem, de semmilyen tervünk is lett volna vele. Tehát a jövőben, hogyha... Nem üteszünk meg, de akkor a jövőben is, de azért, ha úgy van, megkérdezzük, mert általában az a jellemző, és ezzel nem bántván az egyesületeket, hanem az tényeket mondom, általában a legtöbb egyesület, nem mindegyik azért, de az, akit mondjuk jelen esetben meg kellett volna kérdezni, azok általában mi finanszírozzuk őket 95%-ban. Szóval, hogyha mi valamelyik egyesületnek ott mondjuk a sporttal kapcsolatban valamit szeretnénk felajánlani, mivel nincs rá pénzük, hozzánk fordulnának, hogy adjunk rá pénzt. Ez általában így működik. És ez nem bántási célból mondom, ugye nincsen másról. Ugye a PSK volt egy nagyon rossz helyzetben, az elmúlt időszakban, tehát a PSK-t a 2015-16-os pályázata miatt, ami meghiúsult, mindenki tudja, hogy csináltak egy olyan focipályát, nem szándékosan, de mégis úgy alakult, hogy volt egy rossz pálya, majd lett belőle egy olyan pálya, ami nem lehetett focizni, és 18-ban újra kellett az önkormányzatnak pályázni. A lényeg az, hogy a PSK ki volt zárva, és ez bonyolította a dolgot. Általában az egyesületek jelentős része az önkormányzattól kapja a pénzt, amiből tud csinálni a dolgokat. Természetesen van olyan egyesület, amelyiknél nem így van. Közösségi szerveződés, ezt már nem tudom, hogy ezt mire értetted.
Ja, igen, igen, Márton. Az a baj, hogy ez nem olyan egyszerű. Szóval nem működik az, mint régen a rendszerváltozás előtt, hogy ahogy felépítették, hogy egy kommunista szombaton összejönnek az emberek. Eleve jön a dolog egy ilyennél, hogy kiadja az anyagköltséget. Itt először is tervezni kell. Annélkül nem nyúlhatsz hozzá. Kettő. Mi történik akkor, hogy itt a közösségi munka során valaki leesik a tetőről, szörnyet hal, megrokkan. Ki fogja érte vállalni a felelősséget? Ezek nagyon nehéz dolgok. Az, hogy önkormányzati területen én biztos, hogy egyedül, ha a testület úgy dönt, én nem fogom vállalni a felelősséget, mert onnantól kezdve, ha én ezt önkormányzati területen megengedném ezt az önkéntes munkát egy ilyen veszélyes üzemmódban, én nem fogom érte vállalni a felelősséget, hogyha bárkit halál vagy baleset ér a helyszínen. Kettő, igazából nem csak a munkaerő veszélyesít, vagy a munkaerő az, ami sokba kerül, hanem az anyagköltség, meg maga a tervezés. Meg ez itt több száz millió forintról van szó. Ezt nem lehet társadalmi munkába helyreállítani. Ott új tetőt kellene ácsolni, meg kellene erősíteni a falakat, ahhoz kellene ács. Az úgy lehetne társadalmi munkába, hogy jönne egy ácsvállalkozó, és azt mondaná, hogy gyerekek, én megcsinálom ingyen. Jön a csapatommal, szakemberek vagyunk, átveszük a munkaterületet, és megcsináljuk. De még a kérdés felmerül, hogyha lenne is ilyen lokálpatrióta ácsvállalkozó Pásztón, akkor is kifizeti az anyagot. Mert itt nem 50 ezer forintról van szó, hanem 10 millió forintokról van szó. Hát ez, szóval ez így nagyon nehéz. Ezt így nem lehet helyrehozni. Egy olyat nem lehet helyrehozni, mondok ettől egy egyszerűbb dolgot, mint volt ez a kis épület itt, hogy megyünk át a sorompón, amit annak idején megvásárolt az önkormányzat totál feleslegesen, hogy majd a közmunkások felépítik. Munkavezető irányításával, meg még szakember segítséget. Az nem tudott megvalósulni. Pedig arra engedélyezett dolog volt a közmunkaprogram keretén belül, de egyszerűen nem lehetett megcsinálni. Közutak állapota, na igen, ebben totálisan igazad van, Józsi, hogy van olyan Pásztón, olyan út, még most is, amely nagyon rossz állapotban van. De amire a legbüszkébbek vagyunk az előző testületekkel, hogy 2018-ban, amikor az időközi választás után jöttünk, Pista bácsit, amint alpolgármester urat bíztam meg, hogy rendőr szemmel is nézze meg azt, hogy Pásztón mely utcák a legrosszabbak. És Pista bácsi jött egy listával, nem emlékszem, 41, 42 vagy 43 út volt rajta, utca szerepelt. Ott felállítottunk egy rangsort, hogy melyik utcában van közintézmény, melyikben van nagy forgalom, melyik útnak fontos az, hogy más útra is átvezeti az utat, vagy a közlekedést, és ez alapján fel lett állítva egy rangsor. Amit néha azért kell rajta változtatni, mert hogyha jön egy olyan, hogy lehetőségünk van 150 millió forint értékben pályázni, akkor sakkozni kell azzal, hogy a 150-ben minél több utcát beletegyünk, és volt ma olyan utca, amely a 28. helyen volt, és ezért nem, vagy a 28. helyen, volt olyan utca, amely a 21. helyen volt, és mégse tudtuk beletenni, mert akkor túlléptük volna az összeget, és akkor már nem tudtuk volna az be. De arra iszonyatosan büszkék vagyunk, a polgármesterről meg tud be, és fel is tudom sorolni, hogy 2019-től 23 utcát újítottunk fel az elmúlt időszak. Tessék? 22-től. Meg kell plusz 2-től, amit feljavítottunk. Na most, nehogy valaki félreértse, de ha megnézitek, hogy 1990 és 2018 között hány utca lett Pászón felújítva, mi 5 év alatt 3-szor annyi utat újítottunk fel, mint az elődeink 30 év alatt. Szóval lehet szidni minket, engem meg főleg én már megszoktam, de azért varázspálca nincs. Mert így is az volt, bárhová mentem Nógrád megyébe, hogy más települések polgármesteri meg azon voltak kiakadva, hogy Pásztón volt olyan időszak, hogy két havonként adtunk át egy utcát, volt olyan település, ahol meg 5 éve nem volt egy út sem felújítva. Szóval lehetne, én elhiszem, van, így van, sajnos van. Na de 30 év mulasztását az én rajtam kérem mindenki számon. És az sem mulasztás, mert nem azért, mert a polgármesterek szemétládák voltak, hogy kiszúrak az abban az utcában lakóval, mert nem újítjuk föl, hanem mert nem volt rá lehetősége, anyagi lehetősége, hogy felújítsa.
mindent elkövettünk, és amennyi támogatást kaptunk erre a célra az elmúlt években, önerőből is, amikor még jobban ment a szekér, mert volt olyan időszak, amikor jobban ment a szekér, érdekes, a Covid alatt ment a legjobban a szekér. A legnagyobb adóbefizetőnk, nem mondom a nevét, akkor volt a legjobb forgalma, legnagyobb árbevétele. Mert mindenki otthon volt, újította fel a lakást, nem csak Magyarországon, hanem egész Nyugat-Európában is. És akkor ment, önerőből is tudtunk hozzát. Pályáztunk, minden egyes pályázati lehetőséget megragadtunk, és minden egyes pályázatot megnyertünk, ami utas pályázat volt. Ezért volt olyan, most viccesen mondom, de azt mondta egyik polgármester, hogy már lassan nem tud rám nézni, mert minden utas pályázatot mi nyerünk. És akkor ezek után természetesen számára, Józsi, hidd el, hogy én is fel tudom sorolni, melyik pásztorna rosszul. Mindet fel tudom sorolni, hogy melyek a rossz utcák, csak van egy rangsor, az volt a legfontosabb, ahol például van óvoda. Egyértelmű volt, hogy a Madács utat akkor is felújítottuk, ha ott az nem volt olyan rossz állapotban, mint mondjuk a Mátra utca. Vagy a Mátra utca rosszabb állapotban volt. Mert fontosabb volt, mert oda naponta mennek, nem tudom hány százan, mert viszik a gyereket, meg amúgy is keresztforgalmú utca. Hogy nekünk ezt is figyelembe kell venni, és ugyanúgy a kamerák elhelyezésénél is. Egyébként ott még nem is egyedül döntünk, hanem a rendőrség segítségét kérjük, hogy ők mit javasolnak, hogy hová vigyük a kamerákat. Hogy mindent elkövetünk, az más kérdés, abban van igazság, hogy az elmúlt egy-két évben csökkent sajnos az üteme az utak felújításának, tehát ehhez közel van annak, ahhoz azért nagyon. Azért mondok egy példát, egy kicsit, de nem akarom elkezdeni. Németországban 10-valamennyi ezer embert bocsát el a Volkswagen. Meg lehet köszönni az Európai Uniónak, hogy idézőjelben ilyen bölcs politikát folytat, hogy nem olcsó orosz energiával oldja meg az energiakérdés Nyugat-Európában. Megveszi négyszeres áron az amerikai palagázt. Tessék, hoppá. Ez Magyarországra is kihat, ez is ki fog hatni. Ha a Volkswagen bezárja az üzemei egyharmadát, az Magyarországon is nagy baj lesz belőle. És persze kellene sok mindent csinálni, csak van egy nagy gond, az kellene bevétel is, hogy legyen miből kiadni. És minden nagyon összetett. Én mindig azt mondtam, és mi ezzel le is zárva az utakat, hogy sok minden számon lehet rajtam is kérni, meg az előző testületen, de egy dolog nagyon igazságtalan, ha bárki rajtunk kéri számon az utaknak az állapotát, mert még egy önkormányzat sem tett annyit Pászló életében az utak feljavításáért, mint mi. És van a két ominózus, ezt még elmondom. A két udvar, a Stromföld udvar, meg a Hunyadi utca udvar, ahol én is élek. Amikor polgármester lettem először, ott lakók közül többen megállítottak, hogy végre, hogy élettem a polgármester, majd kész lesz az út. Én azt mondtam erre, hogy az utolsó között lesz majd kész. Mert nehogy azt mondják, hogy miattam. Természetesen ezt nem tartottam be, mert amikor lehetett, pályáztunk rá. Csak ott is, és nyertünk is. Csak jött egy nagy gond, a nagy gond ott kezdődött, hogy kiderült, hogy a pályázatot megnyertük, csak van egy nagy baj, hogy még lehet, hogy vissza kell fizetnünk a pályázati támogatást, mert az nem út, hanem udvarként szerepel. Módosítani kellett a település rendezési tervet. Kérvény kellett élni, hogy ne vegyék vissza a pályázati pénzt. Település rendezési tervmódosítás több mint egy év, hogy most már úgy szerepel, hogy utca, nem úgy, hogy udvar. És akkor most tudjuk majd elindulni tavasszal, hogy fel lesz végre újítva, de az is örökség, nem az én polgármesterségem alatt romlott meg. Én 1997 óta ott élek, mindig rossz volt az út. Egyébként. Csak az más kérdés, hogy évről évre még rosszabb lesz. Ezt én. Jó, köszönöm. Attila. A vezetőkről nem beszéltem. Igen, akkor köszönöm. Volt szó a szemetőről. Egyrészt esetleg a kinevezett igazgató azt mondja, hogy együtt kimennék és megnézünk azokat a területeket, amik tényleg nagyon rossz állapotban vannak, tehát kalos, szemetes, hogy ebben majd kérjünk a segítségét, mint ez nem az egyik. Elkezdődött 3 hete körülbelül a két anyelvű gimnázium előtt, ugye a bútorlatokat teszették. Most én gondolom, hogy most már lassan itt a nekünk van a karácsony. És ugye ott mondják a gyertyagyújtások, hogy addigra lesz-e valamilyen tűnt, illetve még egy a Rosszman erőt, ami a dolgás kerülhely, az folyamatosan az eső után szinte mindenkivel, hogy azzal esetleg lehetett majd hallgatni a gyógyítán. Jó, az a számosan kérdezünk, és csak pedig lehetünk. Jó, köszönöm. A legelső a temetővel kapcsolatban természetesen azt mindig lehet egyeztetni.
én nem vagyok ennek ellene, és előbb elfelejtettem is, akkor így, de összevonom, mert Józsinak sem válaszoltam, hogy itt volt egy félreértés az intézményvezetőkkel kapcsolatban. Én igaz, hogy előbb azt mondtam, hogy a hivatalban csak a jegyzőnek vagyok főnöke, meg felsoroltam egy pár embert. Viszont az intézményeknél az továbbra is úgy van, hogy tegnap mondtam, hogy az intézményvezetőknek én vagyok a főnöke. Én csak itt előbb a hivatalról beszéltem. Én vagyok Áginak a művelődési házban, Mártinak a városgazdálkodásnál, Anitának a varázsvölgynél, az óvodába Tündének, Mónikának a gondozási központban és Jánosnak még december 31-ig megy nyugdíjba a múzeumba. Az viszont ott annyival másabb a helyzet, nem úgy vagyunk, mint a jegyzővel, hogy ott tulajdonképpen a testület a főnök, de mivel ti nem üléseztek folyamatosan, ti nem vagytok közvetlen főnökei az intézményvezetőknek. Ti ezért nem is utasíthatjátok semmire. Hozzám, hogy a hivatali dolgozókat érintő kérdés van, készséggel rendelkezésre állunk, de egyeztessünk arról, hogy a napi munkavégzést ez ne akadályozza. Ez a hivatalra vonatkozik. Jó, köszönöm. A másik, akkor kezdem a Rossmannal, és utána majd Anita. A Rossmannal kapcsolatban az a helyzet, hogy ez egy nagyon régi probléma. Mi ezt jeleztük többször a közútnak, mert nem a mi útunkról van szó, és azt mondta, hogy ez olyan jelentős összeggel járna, mivel egész Pásztó főútja alatt pincék találhatók, feltáratlan pincék, hogy ennek a megoldását a költségvetésük nem teszi lehetővé. Ezt egyébként már az előző, még a amikor alpolgármester voltam, akkor is kértük a közútkezelőtől. És szerintem, hogy nem sok pénzből meg lehet megoldani. Nem tudom, én nekem azt el kell fogadni. Ott van ide a vízvezető. Csak fel kéne vízni, felületeni, egy csövetet bevezetni, felette egy csatornát. Attila, én megadom szívesen neked az elérhetőségét a közútkezelőnek, le tudod neki kérni, e-mailbe el tudod küldeni, de évek óta azt a választ kapjuk, hogy erre nekik nincs lehetőség. Én nem vagyok mérnök, én ezt nem tudom felülbírálni. A két tannyelvű gimnázium előtt én annyit tudok, annyira emlékszem, hogy mikor szedtük fel, szeptemberben körülbelül szedték fel, és akkor ígéretet tett, hogy október végére, ha jól emlékszem, igen, és ennek most igen szégyen lenne, hogy a karácsonyi gyertyadításra azt állítanák helyre. Nem tudom, amit a tudsz azóta valami. Igen, új kőburkolat anyaga megletendelve, tehát a vállalkozó tájékoztatott róla, és ugye neki is van egy határideje, de ez egy rövid idő határidő belül lejárt, tehát egy-két héten belül készen kell lennie. Ez egy ilyen maximum november közepi határidő volt. Szintén fejből nem emlékszem a határidőkre, de mindenképpen azért, hogyha kezdődnek az adventi gyertyagyújtások, akkor az ott szépen az a környezetben legyen. Tehát jelen állapota az, hogy ezeket a kőelemeket, a műkőelemeket, ezeket megrendelte és várja és fölteszik. Én is itt már csak ennyi a feladatuk. Jó, köszönöm szépen, hogy egy lépcsőt is kellett ott csinálni. Csaba, tessék! Köszönöm, nagyon fontos nekünk a gyerekeinek, meg a polgáraknak visszatér. Mindegy, hogy Mátra Keresztesen van, Hasznoson vagy Pásztón. Én már többször mondtam ezt a forgalomirányító mérő, ez a világító, ezt lehet látni, hogy van Taron is, Nagyrócon is, mert minden mindig azt mondták, hogy nagyon fontos. Nem tudom, de minden érve szerintem érdeként egy-egy fele kellene tenni a költségvetésbe, és akkor három év alatt eljönnek minden három település tetején lenne egy ilyen. Nagyon megnyújt a forgalom általában lefelé, gyorsan is jönnek. Tehát a biztonságunk érdekében mindenképpen valahogy ezt a világító mérőeszközt szerintem be kellene szerezni. Második a Mátra Keresztes Erdeiskola. A polgármesteri vagy önkormányzat nem tud felállni, akkor nekünk van kártér, nem tudom, van varázsolja, valamint kártérre át kell adni a tulajdonjogot, és akkor a kártér lehet, hogy pályázhat. A második, hogy nincsen nekünk helyünk, az iskolában van egy régi étkezde, az egy több száz négyzetméteres terület. A Klik használja, a Klik mindig pénzt kér tőlünk, pásztori polgároktól, sportolni akaró emberektől, akik éreik a tornatervet, azért a fizetünk, hogy akkor kell újítani a tornatervet, hogy az ötöt a közönkormányzat újította fel. Ezt sem értem, hogy a Klik, ha bevétel van az övé, amely más, amit nem kéne neki használni, aki odaadjuk neki. A másik pedig a Gen Büfével kapcsolatban. Ez pályázatunk volt, az elő van írva, hogy mennyi napot kell üzemeltetni egy évben.
ezt nem teljesítjük, akkor vissza kell fizetni a pályázatot, a varázsló pályázat nem is pénz. Úgyhogy ha véletlenül nem fogja senki kivenni, akkor ezt nem tudom, a varázslónak vagy valakinek nem tudja. Következő. Jó, akkor kezdem a legelsővel. Miró, Csabi, teljesen igazad van, és mi nem is olyan drága, pár millió forint, hol meg lehet oldani. Minden évben szóba került, minden évben szóba kerül évvégén, majd amikor jön a költségvetés, soha egy, a költségvetés elfogadásakor soha egy képviselő nem hozta elő, mert olyan nagyon nehéz összerakni a költségvetést. Azt, hogy egyébként van-e neki gyakorlati hatása, ezen még a szakértők is vitatkoznak, mert aki nem tartja be a 5, vagy aki nem tudja azt, Magyarországon mindenki tudja, hogy lakott területen belül 50-nel lehet menni, az nem fogja elsőbe tartani, aki 70-80-nal megy. Abban van igazság, azt én is elismerem, hogy az olyan emberek, mint például én, hogy elbambulok, én például, amikor meglátom Bátony terenyénél, hogy villog már, hogy mennyire megyek, akkor nekem, de én eleve nem száguldozok. De azok, akik száguldoznak, ők ez ugyanúgy nem fogják figyelembe venni. Természetesen lehetett volna csinálni, lehet is csinálni, én nem vagyok ellene, de azért, hogy elmondanám, hogyha például nem jutottuk volna ki a múlt ebben az esztendőben a strandot, el tudtunk volna kb. 40 ilyen mérőórát helyezni Pászton, és akkor ez a probléma megoldódott volna. Vagy ha nem lenne annyi rendezvényünk, mert lehet szidni a pásztói rendezvényeket, hogy miért nem hívunk meg nagyobb előadókat úgy, mint régebben. Régebben, mikor szaladt a szekér, meghívtunk, most már nem, de hát Pásztónak rengeteg rendezvénye van. Hát mondjatok egy települést, egy 9000-es város, ahol van városnap, áprilisban, gyereknapot megtartjuk, majd ugye település szerkezetből van hasznosi falunak, van Máta keresztesi, augusztus 20-a, most idén nem volt kivételesen spórolásból, de amúgy szokott lenni, és ott van még a szüret. És még valamikor pásztori karácsony is volt. Hát ez, hogyha nem lenne csak kettő, mi is tudnánk olyat csinálni, mint ő a kazárt, nem említem, mert ott belépős. De akkor mi is tudnánk. Püspökén egy rendezvény van. Ami van a Szurdokfest, az magán rendezvény. Ha egy rendezvényt csinálnánk, meg tudnánk ide hívni. Akár még külföldről is, azt tudom, hogy kik most a népszerűek. Jó, ha nem a legnépszerűbbet, de tudnánk olyat hívni, aki 3 éve a toplistán volt. De hát ez így, az a baj, minden nem megy. Ja, és közben csináld meg mindenhol az utalt, a járdát, így van. Hogy minden fontos, csinált a zebrát, még hitelből is, az is a gyerekek biztonsága miatt van. Igen. Erdeiskola sajnos Csabi rossz híren van, önkormányzati tulajdonú KFT sem pályázhat. Ami önkormányzati tulajdonú, az nem pályázhat szálláshelyre. Maguk, akik kitalálták ezt, nem voltak hülyék, tudták, hogy az önkormányzatok megkerülnék ezt a lehetőséget. Étkezde területen. Na most én úgy tudom, hogy ami ott van bent az iskola területén, amit nem mondasz, nem azt az melyik étkezde? Ami most be van zárva. Az tele van pakolva iskolai padokkal. Most egy dologot lehetne, most a tankerület sem úgy áll, hogy tele van pénzzel. Ők most, hogyha most veszünk össze a tankerülettel, hogy fizessen érte a havi 10 000 forintot, én ennek értelmét nem látom, a másik akkor azt mondaná, hogy nem kell nekik, le se lejtezi a benne lévő dolgokat, és elviszik, és akkor azt mondják, hogy kezdjünk valamit azzal az épülettel. De Csabi, az nem egy, ami a hasznos iskolában nekünk fel van halmozva, az a töredéke félne el abban a helyiségben szerintem. A másik szerintem én továbbra is azt tartom, hogy minden egyes állami szervvel törekednünk kell a jó kapcsolatra, és én ennek vagyok a híve, hogy törekedjünk. Én nem szeretném egy ilyen havi 10-20 000 forintos dolgon összeveszni a tankerülettel egy ilyen dolgon. A másik dolog, azért tegyük hozzá, hogy az nem volt igaz állítás, hogy nem mi újítjuk fel az iskolában a dolgokat. Ahogy az iskolában történt a felújítás, mi adtunk rá engedélyt, hogy pályázzanak, mert a miénk az ingatlan. De nem mi pályáztunk. Ők pályáztak, és ők újították fel. Az más dolog, hogy volt olyan, ahol kérték a segítségünket, faültetés, kis játszótér, meg ilyesmi. De azt azért tettük, bár már az én gyerekem nem, de a pásztoriak gyerekei járnak oda elsősorban. Tessék, Csaba! Iskolának, a öltözőnek a felépítettek, akkor már 8 évvel ezelőtt, akkor már fiktúrnak állt. Én meg úgy érzem, hogy az a terület például az étkezde legalább 300 négyzetméter kis területről van szó. Én azt látom, hogy ha nekünk is fel kellett a
mi részünket például a kollégiumnál újítani az ablakokat, a klik nem mondta azt, hogy az egészet valósítja, hanem a mi részünk, az a mi részünk. De ott is nem tudom, majdnem közel 10 millió forint körül volt, amit a önkormányzat fizetett. Csabi, én el azt tudom mondani, hogy mondhatom? Igen. Hogy ami 8 éve történt, én azért nem tudok felelősséget vállalni. Annyiban tudok felelősséget vállalni, hogy a képviselő voltam én is, alpolgármester, volt egy szavazatom, és én is támogattam ezt a dolgot. Nem lett volna kötelező megcsinálnunk, egyébként, ha jól emlékszem, Lecskó képviselőnek volt az előterjesztése, ő kérte, hogy ugye nagyon rossz, mert járt oda focizni, és látta, hogy mi van, hogy a gyerekek méltatlan körülmények között van. Az elődöm megkérdezte Dömsödi Gábor a tankerület, vagy a klik, akkor nem tudom mi volt a neve, megkérdezte a vezetés, hogy van-e rá pénz. Mondták, hogy ők nem tudják megcsinálni. Erre Peti behozta ide testületi előterjesztésre. Én nem tudom, hogy te itt voltál azon a testületi ülésen, vagy nem, de általában itt szoktál lenni, hogy valószínűleg itt voltál, és megszavaztuk, szerintem egy ellenszavazat sem volt. És megcsináltunk egy olyan feladatot, ami nem a kötelező, nem volt kötelező feladatunk, de én ezért annyiban tudok felelősséget vállalni, hogy megszavaztam. Én is. De nem az én ötletem volt egyébként. Most utólag, hogy 8 éve mit csináltunk, az egy dolog, de most ezt a tankerület nekünk ezt a pénzt nem fogja visszaadni. Most nem is értem, hogy ezt most miért mondtad így, hogy most mit csináljunk a tankerülettel. Most felszólíthatjuk, hogy pakoljon ki abból az épületből, de az minimális, meg igazság szerint én abban bízok, megmondom őszintén, hogy ha valamelyik és majd javul a gazdasági helyzet, hogy folytatódik ott az iskola centrumban az állami beruházás. Bízok abban, hogy lesz egy normális tornatermet építenek nekik oda, akkor az egy kis épület, arról már le kell mondanunk, mert az lesz az érdekünk, hogy ott a gyerekeknek legyen egy szuper tornaterem. Meg méltatlan, hogy a Pászói gimnáziumnak nincs aulája, annak idején úgy alakították ki. Hogy az épületen ne csak, én bízom abban, hogy nem sokáig számolunk azzal az épülettel, mert annak az épületnek a helyén más lesz. És az, hogy az az épület megmaradjon, arra semmi esély nem lesz, mert a területnek a beépítettsége nem teszi lehetővé, hogy még azt az épületet is meghagyjuk, amely jelen pillanatból tulajdonképpen jelen pillanatban funkció nélkül raktárhelyiségként benne vannak 50 évvel ezelőtti iskolai padok. Szerintem azt a tankerület, ha azt mondjuk egy nap alatt elszállítja és elégeti, vagy mit tudom én, valahol eladja. Ő ezzel nem fog foglalkozni, hát én tudom, hogy működnek az iskolában a dolgok, hogy a tankerület sincs úgy elereszte pénzzel, hogy most ezért fizessen nekünk. Hát ez egy nagyon érdekes dolog lenne. Abban igazad van, hogy a mi épületünk, de mi a jogalkotót nem. Az iskolát elvették tőlünk. A tankerület, azon lehet vitatkozni, hogy ez jó-e vagy nem jó. Általában az önkormányzatoknak jó, mert anyagilag jobban jár. A tanárok sokkal jobban szerették viszont, amíg a önkormányzathoz tartoztak, nem az államhoz. A gyerekeknek mindegy egyébként, hogy milyen iskola önkormányzati vagy állami. Én annak idején 2 éve voltam Jobbágyiban polgármester, amikor elvették az iskolát tőlem. Óriási megkönnyebbülés volt, mert 42 millió forinttal beljebb voltunk a költségvetésben. Itt Pásztó is anyagilag biztos, hogy jól járt ezzel. Az más dolog, hogy a szülők, vagy elsősorban a tanárok a mai napig sokkal jobban szeretnének a pedagógusok az önkormányzathoz tartozni, mert sokkal egyszerűbb volt, hogyha elromlott egy csap, nem salgótarjánból kellett várni, még kijön 2 nap múlva valaki, hanem beszóltak az önkormányzathoz, mégis aznap meg lett oldva. Én ezt elfogadom, de ezen mi úgyse tudunk változtatni, el lehet rajta. Én azt is mondom, hogy az lenne jó az állam elvenni a gyerekétkeztetést is, mert nem az önkormányzatnak kellene csinálni. Ez nem nagyon jó. Sőt, van olyan terv, hogy elveszi az állam, még az is lehet, hogy az anyakönyvezést is elveszi. De mi ezen úgyse tudunk változtatni. Semmilyen szempontból. Csak beszélhetünk róla. Jambüfének a pályázat. Ja, igen, igen. A Jambüfénél azért nincsen gond, mert bár benne van a pályázatban, de hogyha rosszul mondom Anika Mályesbit, hogy üzemeltetni kell, de mivel ez nem rajtunk múlik, ha a lényeg az, hogy meg legyen hirdetve. Jól mondom, Anika? Igen. Nyilván, tehát az az elsődleges cél, hogy ki legyen adban. Ugye volt egy bérlőnk visszaadta, azóta nyilván is a pályázat. Most akivel, aki már érdeklődött, neki most azért körbejárja, mert hogy esetleg a konyhában falakat el kellene rosszítani, vagy
átalakítani egy kicsit, hogy a teraszt téliesíteni, mert nyilván, ha valaki kiveszi profitorientáltan, kívánja működtetni. Igen, és hogyha ha esetleg mégsem ő, akkor igen, lehet, hogy el kell gondolkodni, hogy a új cégünk működtesse azt, mert egyébként hosszú távon ebben igazat kell, hogy adjak, hogy nem elég ügyhirdető van, hanem működtetni kell. Tehát ha ez a vérzőse jön be, akkor majd átgondoljuk a jövő évi üzleti tervünket, és akkor úgy állok elő, hogy az is. Mert végül is mindenféle engedélye megvan a Kft.-nek, bár lenti a Szent Évetél 12-ben, tehát de azért kellene más engedélyek is, de azért már van egyfajta vendéglátós tapasztalatunk. Belenőttünk. Akkor a lényeg az, hogy hosszú távon nem mehet, így jelen pillanatban fedezve vagyunk, hogy megvagyunk. Jó, Józsi, tessék! Amiket én szépen felsoroltam, ezek közül az egy a jelző úr válasza, tehát teljes mértékben nem volt érthető nekem, úgyhogy azt majd külön utána, hogyha vége a képviselő testületnek, akkor részletesen átbeszélném, de nem most, majd. Persze. A Mátrakeresztesi válasz, tehát akkor, ha jól értem, amennyiben lesz egy olyan vállalkozó, aki ezt a baleseti problémát bevállalja, és a közösségi összefogásnak a jogi hátterét is ő fogja felelősen ellátni, mondjuk így. Tehát aki ott dolgozik, az azért ő felel, és az anyagi ráfordítás egy elfogadható összeg lesz, akkor ez így egy járható út. Úgy járható út, hogy ha valaki átveszi munkaterületet, mint ezzel foglalkozó vállalkozó, és valahonnan valakik összeadják azt a több százmillió forintot, amiből ennek a felújítása megvalósítható. De jelen pillanatban oda embert beengedni életveszélyes. Tehát én tehát a iskolával kapcsolatban a tetőfelújításról, illetve akkor az előbb említette, hogy valamiféle fal... Fal, érintésvédelem, teljes villamossági hála, víz, semmi sem megoldott, most már semmi sem jó. Szóval ott komplett totál, olyan, mint hogy egy új épületet építeni. Nem tudom, hogy talán az alap maradhatna meg. Körülbelül, hogy? Józsi, bocsánat, körülbelül az elmúlt 5 évben alpolgármester úrék szerintem, én 3-4-szer, durván alpolgármester 30-szor tekintették meg mindig, és mindig olyan szakemberekkel, hogy... Igen. Jó, tessék. Ezt szoktam volna, hogy a műszaki osztály, vagy olyan, ami képviselő, hogy tudott állított követni ezt a keresztesen, vagy hasznosan iskolát megnézni, hogy értően legyen bejárás. Természetes. Tudná mindenki, hogy miről volna szó, hogy esetleg majd egy novemberi végén, vagy valamikor esetleg. Vagy bizottsági ülés előtt egy 2 órában dolgozat, lenne egy ilyen bejárás, vagy esetleg egy bizottsági ülés előtt. Én még akkor Árnyi képviselő úrnak szeretnék röviden, tömören megpróbálni érteni az elmúlt évi előírja, hogy milyen kötelező bizottságok kell, hogy legyenek egy önkormányzatnál. Én erről a háromról beszélek, tehát az intézmény, pénzügyi és a ügyrendi bizottságról, hogy ennek a törvény mi az, amit minimumot előír, létszámot. És hogy létszámot nem ír elő, hanem az önkormányzat a saját rendeletében, az SMS-ben rendelkezik arról, hogy hány tagot választ ebbe. Jó, annyit szeretnénk, hogy úgy célszerű működjön egy bizottság, ezt más önkormányzatnál eltöltött időből is tudom, mert voltam bizottsági tag Jobbágyiban, utána majd polgármester, és ugye Pásztoron is azért most már 10 éve egy pár testületen végigmentem, illetve tudom, hogy működik Szódok, Püspökiben vagy Taron, hogy az szükséges mindig, hogy páratlan létszámú legyen, azért, hogy ne legyen szavazat egyenlőség. A másik pedig arra nagyon oda kell figyelni, hogy 3 taggal, bár három tagú bizottságot nem érdemes létrehozni. Ennek az az oka, hogy mindig előfordul az, hogy valaki, általában a képviselők vagy bizottsági tagoknak van munkahelye. Ha nem engedik el őket a munkahelyről, vagy nem tudnak eljönni, vagy betegek, akkor eleve, hogyha egy bizottságban 3 vannak, ha már egy ember hiányzik, már akkor gondva. És ezért kell 5 tagúnak lenni egy bizottságnak. Annak idején egyébként a két kisebb bizottságunkban 5-5 fő van, igaz, a külsős tagokkal együtt. Tibi, ti is 5-en vagytok összesen, Lóri, ti is 5-en vagytok, igaz? A pénzügyi bizottságban vannak 7-en, de ez Pászton egy kialakult szokások, hogy ott mindig többen voltak. Volt olyan időszak, még a régi érában, amikor több volt a képviselő is, hogy 11 tagból állt a pénzügyi bizottság. Meg több bizottság is volt. Hogy
Visszatérve, én annak értelme nincs, hogy az 5 fős bizottságukból 4 fős nem lehet, 3 fős az működés, sokszor nem lenne határozott képes. Néha még így is előfordul, hogy valakinek volt már, aki Pistát kellett ugrasztani, azt mondta, hogy nem tud jönni, mert dolga van Keresztesen, és nem volt pont a pénzügyi bizottság határozott képes, és itt ültünk fél óráig, amíg Keresztes mégiscsak ott hagyott csapott papot a kerbe, és rövid gatyába jött be. De most ez lényegtelen, de szóval ennél lejjebb, egyedül a pénzügyi bizottságot lehetne, de mivel a pénzügyi bizottságnak van a legtöbb munkája, ott a 7 fő indokolt, de még néha ott is előfordul, hogy épp hogy határozott képes, hogy megvan a határozott képesség, hogy a 4 fő eljön a 7-ből. És ezért nem, a bizottságok száma meg az meg adott, ugye kell lenni ügyrendnek, intézményirányításnak, meg hát meg nálunk a díjazás a környező településekhez képest cseké. Pont ahogy alpolgármester is úr mondja, hogy minden kísérletnek ellenálltam az elmúlt időszakban, amikor az emelések kerültek szóba, a lehetséges emelések, és nem fogadtam meg azokat a kéréseket, amelyek az emelésre vonatkoztak. Egy hasonló nagyságú településen, mint Pászó, jóval magasabb képviselői, nem tiszteletdíjak vannak, meg bizottsági tagi díjak, ami nálunk van, de természetesen van, amivel tudunk kezdeni, van, amit meg egyáltalán nem. Ezek minden nagyon bonyolult dolog, annak idején kívülállóként én is gondoltam, hogy minden jóval egyszerűbb. Sokszor gondolná az ember, hogy a józan paraszt ész, de az nem mindig működik, hogy úgy legyen. Az ülést lezárom.